paradicsom nem piros, a farkamat bekapni nem tilos. Kettő Figyelj már, percünk valami maradt. videó. Nem, szerencséd van, bazd meg, mert nem hallottad, hogy mit énekeltem közben. Ennek örülök. De majd berakjuk az élőadásba a tegnapi paradicsomos eposzt. Na figyeljetek, akkor megyünk át Mumble-re? Menjünk, és akkor ott kezdünk? Igen. Jó. Az van, srácok, hogy én ki sem látom a munkából napok óta, úgyhogy egy kicsit ilyen kibicüzen módban vagyok. De Hát a töltődik, TPD és az minden neked megérkezik. megy könyökből is. Tehát... Az persze. Na, de azon kívül nem sok mi lesz. Alright. Oké. Meghagytam tegnapról a potméter beállításokat. Azt hittem a podcast beállításokat. Jó, akkor söpörjünk át oda. Oké. Okay. Csá. Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast. Én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Mujó az égzengés mostantól számítva. Ez lesz az eposzi jelzőm, a törgedelmes Mujó. Az. Mi történt veletek a héten? Hát azon kívül, hogy most azt olvasom Blackinél, hogy Equalizer, nem tudom. De valakinél tényleg nagyon nagy az EQ, és borzalmas a hangunk. Fifika, te némítsd le magad szerintem, és pustut okozzál, mert borzasztó a hang. Ó, zsír. Szerintem most már jobb. Na, mi történt? Akkor ez volt a trükk. Igen, Fifika, a gyenge láncszem már megint. Hát azon kívül semmi nem történt, hogy ezt a TPD-t akartam már 2 hete kibeszélni folyamatosan, meg... megjöttek ezek a nagyon csini likvidek Angliából, és meglepő módon jobb a cucc drippelve orvérzésig 50 watton, mint kóstolgatva a delikát kazánból, nem tudom miért. Furmányosan hangzik. Fifika tudja, vagy? Mert összemossa az ízeket. Mi mossa össze a delikát kazánom? Nem, a delikát kazánot szétválogatja. Jaj, az 50 wattos drippered meg összemossa az ízeket. Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarom, és nem is tudom. Egyébként nem tőlem szar a hang, tehát ugyanolyan fostalicska, mint eddig. Akkor, Blacky, megtennéd, hogy szépen mindenkit, aki nincs lenémítva, azt kikékítesz? Csöndesítsük el a többieket, mert akkor ott lesz valaki gyenge láncszem, köszi, és aztán egyszer csak jó lesz. Nekem ilyenkor most szép, tiszta hangja van. Most már igen, nekem is. Meg ott van még Miki, meg még valaki, az már csak Blacky. Úgyhogy ennyi volt, aztán utolértem magam hirtelen minden sorozattal, de azt majd annak idején fogom mondani. Meg hogy ugye Mujóra kellett egyfolytában várni, ez volt az én szívfájdalmam. Igen, én vagyok a heti godó. Egyfolytában mindenért rám kell várni. Hát mert ugye azt mondtad, hogy 7.50-re jössz, és 58-kor még sehol nem voltál. 7.50-kor elindultam. Nagyon siettem az egyik szobából a másik. Onnan hová? Hát így az ajtó egyik oldaláról a másikra, de mire mindent lehúzgáltam, összegyűjtöttem, ide pakoltam. Nem vagyok kifejezetten az időm ura ezen a héten. Az ivágott csárgó, hogy egy 8 perces szobája van, tehát az egyik ajtótól a másik 8 perc átérni. Borzasztó. Igen, egy alagútba lakom. Igen, és utána, amikor nem vette fel a telefont, az volt a mentegetőzés, hogy az a másik szobában maradt, tehát megjárattam. Várja, melyik filmben volt ez? Hogy hívják azt a csajt, aki az űrhajósba is játszott, meg a beépített szépség volt. Sandra Bullock. Sandra Bullock, igen, mikor valami ügyvéd csajt játszik a cégnél, és utána összejön a végén a faszival, és csak azt látott, hogy lelépi a lakást a fasz, és mondja, hogy az egyik végéből a lakásnak a másik végében 8 másodperc alatt elérek. Hát ez nagyon durva. Kb. Olyan durva, mint a TPD elemzés. Csapjunk bele a levesbe? Csapjunk, van itt téma rendesen.
Nagyon vártam egyébként ezt. Szerintem azt csináljuk, hogy miért az enyém van belinkelve. Nem, jó, fifikáj. Hogy azokat a sárga passzusokat, amiket múltkor végigolvastunk, azokat elemezzük leginkább. Van belőle sok-sok oldal, úgyhogy nem leszünk téma hiány. Egyébként, aki nem tudja, mi az a TPD, ez a dohány direktíva tudományos rövidítése lenne, és aki abban reménykedik, hogy majd ezen változtatunk, illetve változtathatnak a törvényhozók, akkor segítünk, ezen már nem fognak tudni változtatni. Ennyi. És konkrétan a 20-as cikke az, ami velünk foglalkozik, elektronikus cigaretta címszó alatt. Mújó, túl jó a hangkártyád, írják itt, hogy nagyon gerjedsz, úgyhogy lehet, hogy a pustutókkal jobban járnánk veled. Akkor átállítom pustutókra. Dübörögsz. Hallod, elefánt, hogy dübörgünk? Na, akkor kezdjünk neki. Rögtön az első bekezdésben azt írják, hogy a tagállamok biztosítják, hogy elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok csak abban az esetben kerülhessenek forgalomba, ha megfelelnek ezen irányelveknek és minden egyéb vonatkozó uniós jogszabálynak. És már rögtön itt az első kérdés, hogy mit akarnak belehúzni ebbe, mert ez olyan szépen cseng, hogy minden egyéb vonatkozó uniós. Mert ugye kettőt tudok, mondjuk egyet, termékbiztosítási előírások, de mi lehet még, ami erre vonatkozik? Hát ez egy ilyen, szerintem csak egy ilyen behind mondat. Nem látom értelmét. Szerintem is az egy ilyen kötelező kör, amit minden elejére oda bígyeztenek, hogy nehogy véletlenül, ez vonatkozik arra, amiről esetleg elfeledkeztek. Ja, ez olyan lesz akkor, mint mikor autót vásárolsz, akkor a végén, hogy az egyéb nem szabályozott kérdésekben a PTK 18-as paragrafusa az irányadó. Így van. Remek. Jó, de tovább mehetünk. Van egy ilyen, hogy ez az irányelv nem alkalmazandó az olyan elektronikus cigarettákra és utántöltő flakonokra, amelyek a 2001/83 EK irányelv szerinti engedélyezési kötelezettség, vagy a 93/42 EGK irányelv szerinti követelmények hatája alá tartozik. Ezt írtad, vagy ezt kommentelted múltkor, ugye, aki nem tudná, hogy ez a gyógyszerszabályozásos kibúvó, gyógyászati segédeszköz. Áll kiskapu. Azt fejtsd már ki, légy szíves, Mújó, hogy ez mitől áll kiskapu. Krisztián! Mert elfelejtem nyomni a gombot természetesen. Most már hallatszom? Igen, most már hallatszom. Most már igen. Nagyszerű. Szóval ez attól áll kiskapu, hogy igazából nem kiskapu. Ez egy olyan kiskapunak készülő valami, aminek nagyon megörültek az akkori EU miniszterek Európa szerte, mert hogy ezen fölcsillant a szemünk, hogy ó, hát akkor nagyon egyszerű, akkor mi gyógyszernek fogjuk minősíteni, és akkor onnantól kezdve ez vonatkozik rá. Tehát ők ezt úgy érezték, hogy ez nekik egy ilyen kis kibúvó, hogy ők mégis gyógyszerre minősíthessék az elektromos cigarettákat. Valójában viszont ez nem az, ezt úgy kell helyesen értelmezni, hogy akkor és amennyiben, ha valamelyik országban valaki a piacra dob és gyógyszertermékként dob piacra terméket, akkor arra ez vonatkozik, illetve azokban a tagállamokban, ahol a jogi környezet maradéktalanul kimondja, hogy már pedig gyógyszernek minősül, ott azt kell figyelembe venni. Jó, mehetünk akkor tovább. A második pont, és csak idáig tudtunk eljutni az egytől, rögtön azt mondja, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyártói és importőrei kötelesek értesítést benyújtani a tagállamok illetékes hatóságának minden olyan termékről, amelyet forgalomba kívánnak hozni. Az értesítést elektronikus formában 6 hónappal a tervezett forgalomba hozatalt megelőzően kell benyújtani. És akkor itt meg is állhatunk, mert lesz tovább is. De akkor beszélgessünk erről egy picit, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Tehát, hogyha valaki akár elektromos cigarettát, akár
likvidet akar forgalomba hozni, neki ezt előre egy fél évre tudnia kell, vagy hát behozhatja és raktározhatja, és fél évig ül a raktárkészletén, és áll benne a lóvéja gyakorlatilag, ha jól értelmeztem. Ha ezt átültetjük a gyakorlatba, ezt az egészet, akkor ez úgy fog kinézni, hogy keversz egy mintalikvidet, azt gondolod, hogy ezt majd te piacra szeretnéd dobni, benyújtod hozzá mellékened a dokumentációt, és gyakorlatilag nem értjük ezt a 6 hónapot. 6 hónap alatt mi a tetves, büdös picsát lehet csinálni valamivel engedélyeztetés szintjén, hogyha egyébként meg a benyújtott papírok alapján megfelel mindennek. És tegyük hozzá, hogy most ezt leegyszerűsítetted arra, hogy a likvid, és te megálmodsz valamit, és fél év múlva majd kidobod. De ugyanez vonatkozik az e-cigarettára. De várjál és... már, ezt akarom mondani, hogy mindenki tudja, azok is, akik most itt hallgatnak bennünket, hogy egyik kereskedő sem úgy működik, itthon sem, és külföldön sem, hogy fél éves terminusokban dolgoznak. Tehát ha csak belegondolunk, akkor majd az lesz, hogy tényleg lesz ilyen ráérős teaser videó, hogy mit tudom is én, fél év múlva a polcokon az új Typhoon GT3, vagy hogy? Mert ezek szerint ezt követeli meg majd tőlük is, meg a Fastech-től is. Mert úgy, pont így, sajnos, igen. Mert ugye nem, ne felejtsük el, hogy nem csak likvidről beszélünk most, hanem készülékekről is. Hát ez gyakorlatilag teljesen megakasztja a termékfejlesztéseket, mert innentől kezdve bármi újra rúkolnak elő, ha Európán kívül, ha Európán belül, annak egy fél éves moratóriuma van, mielőtt a piacra kerülhetne, teljesen agybeteg. Hát ugye még az van itt a bekezdésben, hogy e-cigaretták és utántöltő flakonok esetében, és ez egy fontos dátum lesz, ezt írjátok föl, barátaim, 2016. május 20-án már forgalomban voltak, hát úgy mondom a voltakot, hogy ez van a törvényben, tehát ami akkor forgalomban van, arra van egy fél éves moratórium, akkor május 20-tól ketyeg nekik a beadási határidő ezekre, és csak ezekre a termékekre. Charlie, május 20-án be kell, hogy adja. Nem, miért kéne? Hát én nem adok be semmit, mert nekem nincs semmim. Ha de én... le fog járni 6 hónap múlva moratórium, és a 6 hónap alatt nem kapod meg az engedélyt, akkor azt abban a pillanatban kivonhatja nem, a piacról. Nem, de... ez már fingreszelés, amit mondasz. Én pont ezt mondanám, csak nem hagytad, hogy végigmondjam, mert az adóparadicsomban más dimenzióban mozogsz, hogy ez azt jelenti... Egy adóparadicsom. Hogy ez azt jelenti, hogy ha valaki május 20-án fölír mondjuk 10 likvidet, hogy nekem ez a portfólióm, és ezt engedélyeztetni szeretném, akkor azt neki november 20-ig be kell nyújtania, de hogyha ő már május 21-én kívánja ugyanezt megtenni, akkor benyújtja a papírt, és november 21-én rakhatja ki a polcra. Ez itt a fontos dolog. Tehát véleményem, meg véleményünk szerint, amiről múltkor is beszéltünk, az lesz majd itt, hogy május 20-ig mindenki ki fogja fosni magából az összes létező variációt, likvidet, készüléket, hogy be tudják adni addig az időpontig az engedélyezési eljáráshoz, és aztán utána meg tényleg az van, hogy azt mondja valaki, hogy most június 1-e van, fú, van egy tök jó ötletem az ízre, de nem rakhatom ki a polcra, majd csak 6 hónap múlva. És ne felejtsük el, itt van benne minden olyan alkalommal, amikor a terméken jelentős változtatást hajtanak végre, új értesítést kell benyújtani. És ezt nem tudtuk megfejteni, hogy mi az a jelentős. Egyébként ebből nem derül ki, hogy kötelező a 6 hónapos határidőt nekik betartani, vagy beadod, és lesz olyan ország, amelyik azt mondja, jó, holnap után kiadom rá az engedélyt. Hát ismerve, hogy a bürokrácia működik, kiváltképp nálunk működik, én nem nagyon számítanék arra, hogy itt pár nap alatt lepörögnek ezek a dolgok. Sőt, ebből kiindulva, hogy most kiejtetted ezt a varázslót, hogy bürokrácia, én még azt is el tudom képzelni, hogy adott nekik rá 6 hónap,
És tudod, amit mondjuk az Állik törvényben vannak ezek a szép mondatok, hogy adott neki rá 30 nap, melyet egyszer meghosszabbíthat mondjuk még 30 nappal. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy neki az a 6 hónap az lesz, hogy ha beadtam neki most, akkor 6 hónap múlva ki kell adni a papírt. Lehet, hogy az 5. hónapban azt mondja, hogy hiánypótlás. És nem. Vagy azt mondja a 6. hónapnál, hogy nem. Ez már részletkérdés szerintem. Én ebben látok némi szelekciót majd a bürokrácia oldaláról. Tehát bizonyos cégek, akik mondjuk jobban fekszenek, azok hamarabb megkapják, akikkel ki akarnak kúrni, azok majd az utolsó előtti napon kapják meg. Szóval ez nekem marhára nem egyértelmű. Valaki azt írta be, Dovi, hogy 6 hónapig nem forgalmazhatja, de már majd javában lehet másolni. De nem tudod javában másolni, mert nem rakhatod ki a polcra, a piacra. De lemásolni lemásolhatod. De nem tudod, hát mit másolnál le, ha nem árulhatod? Hát akkor nem kimész Kínába, mert ott nincs ez a 6 hónapos határidő is. Hát az tök jó, és akkor mit fog csinálni? Akkor is várnia kell, mert hiszen akkor majd az import engedélyt nem fogja megkapni, mikor behozna. Fuck yeah. És akkor jön egy következő vastag pont. Várj, még azt be akartam fejezni, csak megvártam, hogy Fifika elmondja a kis mondandóját, hogy igazából most ezen lamentálni, hogy ráúszhatnak-e még 30 napot, 5 hónapot, akármit, már önmagában ez a fél év annyira durva kibaszás, hogy igen, igazából... Igen, tehát nem kell azon fingot reszelni, hogy meghosszabbítják-e, mert tényleg az a 6 hónap is kurva nagy idő. Hát gondoljunk vissza, hogy mi volt 6 hónappal ezelőtt, és mi van most. Vagy valaki próbáljon meg egy faszteken visszanézni historiában, hogy mi volt akkor új termék, és azóta mennyi jött ki. Hát meg tovább gondolva azt, amit Fifika mondott, mondjuk te hozod be a Helix 8-at, meg én is behozom a Helix 8-at, egyszerre beadjuk a kis papírjainkat, és hogyha te csókos vagy, akkor te mondjuk 4 hónappal hamarabb elkezdheted forgalmazni kvázi egyedüliként igen. Az országban azt a terméket, mindenki más meg szívjon és kullogjon. Tehát ez a versenynek is katasztrofális. Ezt hívják jogtalan piaci előnynek. Igen. Jó, menjünk tovább? Menjünk. Van egy ilyen itt, hogy az értesítésnek attól függően, hogy a termék elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon-e, tartalmaznia kell a következő információkat. És itt mondjuk a módkészülékről szó sem esett. Van egy ilyen pont. A termék valamennyi összetevőjének, valamint a termék használata során keletkező kibocsátásoknak és ezek mennyiségének a felsorolása márkanevenként és típusonként. Na, de mi alapján? Tehát ez az, amit már valamelyik adásban beszéltünk, hogy mondjuk, ha csak a likvidre témázunk most, ha az van a történetben. Akkor... Ugye az a baj, hogy nincsen, tehát ebben a sorban még csak a remény sem csillantja föl, hogy specifikálná valahol a jogszabály mind a kibocsátás, mind a mennyiség mértékét. Tehát ez hát de már tudod, amiről beszéltünk, hogy mi alapján állítod, vagy állapítod meg, hogy miből mennyit bocsát ki? Hol? Ki fogja megmérni? Milyen páratartalom mellett, milyen hőmérséklet mellett, milyen légköri nyomáson, vagy valami? Vagy hogy 1000 fokra hevítem föl a fűtőszálat 20 perc alatt, vagy 1000 fokra hevítem föl 2 másodperc alatt. Nem lesz mindegy. Röviden, nincs kidolgozva a módszertana ennek az egész mérésnek. De Krisztián, nem az a borzasztó, hanem hogy eszükbe se jutott, érted? Tehát utalás nincs rá. Mi az, hogy kibocsájtás, bazd meg, gőzmozdony? Milyen kibocsátásai vannak? Hát azért valamilyen formába tereljük már ezt az egész dolgot. Tehát abszolút dilettantizmus. A legviccesebb, hogy ott van a C pontban, hogy toxikológiai adatok a termék összetevőiről
és a többek között hőhatására keletkező kibocsátásokról, amiről a jó Farsalinos doki is megmondta, meg egyébként sok, tehát mindenki, amit jónak látott, olyat mért, és olyan mérési metódussal, amit ő jónak gondolt, és mindenki mást mért. És még mindig nincs bebizonyítva, hogy például a kilélegzett gőzben mennyi nikotin van ahhoz képest, amit te belélegeztél. Sőt, igazából azt sem tudjuk még, hogy a felfűtés után a fűtőszál és a szád között mennyi nikotin jut be, mondjuk az én hármas levesemből, a fűtés után mennyi lesz az. Nem is biztos, hogy hármas lesz. Már az a gőz, amit beszívok. Tehát már ezt sem tudjuk. És akkor elvárunk ilyeneket. Meg azt mondja, hogy figyelembe véve egyebek mellett esetleges függőséget okozó hatásukat. Nem tudjuk, hogy mi kerül be, akkor azt sem tudjuk, hogy mi okoz függőséget, és függőséget okoz-e egyáltalán. Formaldehid függőség, Charlie. Hajóireg formaldehid. A másik nagyon gázos ebbe a két pontba, hogy hát megnézhetjük, amikor Farsalinos doki hasonló témában ugye kutatást csinált, és ha jól emlékszem, akkor 100 valamennyi mintát vásároltak, és kutattak meg, és nyilvánvalóan a gyártónak és a forgalmazónak nem kell megvásárolnia ezeket a dolgokat, de hogyha valakinek egészen széles a termékpalettája, akkor ott elkezdenek röpködni az euró tízezrek ezekre a bevizsgálásokra, amiről még mindig nem mondta meg senki, hogy mégis mire kéne vizsgálni. Tehát még mindig az a problémám, hogy mit, hol, érted? Tehát csak ez a kettő hiányzik, hogy mit kell bevizsgálni, és hol kell bevizsgálni, mert bevizsgáltathatom én, mit tudom én, a telejósdába, bazd meg, azt mondja a kártyavető jósnő, hogy ez nem tartalmaz egészségkárosító anyagokat, az jó lesz? Hát meg kifelejtetted a hogyant. Mert erre sincsen leírva passzus, hogy hogyan. Tudjuk évek óta, hogy az e-cigarettával kapcsolatban milyen esetleges egészségkárosító anyagok kerülhetnek mondjuk aromákba. Senki egy kurva szóval nem említi ebben a kibaszott dokumentumban az ismert anyagokat. Fogalmuk nincs arról, hogy miről beszélnek. Az az egyik. A másik pedig a következő pontban is tovább gyűrűzik, mikor azt mondják, hogy információk a rendeltetésszerű, illetve az észszerűen előrelátható körülmények között történő fogyasztás esetén, gyönyörű mondat, fogyasztás esetén érvényes nikotindózisról és nikotinfelvételről. Kinek mi az észszerű? Rip Trippernek az az észszerű, hogy már a 0,1 ohm 80 watton is magas, és menne még lejjebb. Valakinek meg a 2 ohm 6,5 watton is ördögtől való magas tartomány. Tehát most megint ki az, aki és mi alapján fogja kitalálni, hogy mi az, hogy észszerű. Tehát ez nem matematikai képlet, hogy észszerű. Hát nekem egy családi kombi észszerű. Neked meg a városban egy kétszemélyes smart az észszerű. Tehát ez bazd meg olyan, mint hogyha te megkérdeznéd tőlem, vagy én azt mondanám neked, hogy már pedig neked szar volt a Shakespeare Liquid, mert nekem nem ízlett. Hát, de másnak meg ízlett, tehát ez... Nem is ez, ebben van egy még rosszabb. Hogyha belegondolsz, nem is kell itt a wattokkal meg ilyenekkel játszani. Te 4 másodpercig slukkolsz ugyanabból, én 8 másodpercig slukkolok ugyanabból. Akkor most hol van a nikotindózis meg a nikotinfelvétel? De mi az, hogy nikotinfelvétel? Tehát kinek meg mennyi nikotinreceptora van? Tudjuk, hogy a dohányosoknak több van, valószínűleg az elcigiseknek kevesebb, aki meg nem dohányzik, nem elcigizik, annak meg még kevesebb. Tehát a nikotinfelvételről ilyen összefüggésben beszélni, ez a baromság skatujája, tehát nincs miről beszélni. Hát ki hát mennyit fog, mennyi pörköltet tudsz fölvenni? Hát mennyire vagyok éhes? Mekkora a belem? Tehát ilyesmi. Nem, ezt nem kívánom kommentálni.
De ez ilyen, ez nem az első pongyola ostobaság, és nem is az utolsó a TPD-ben. De én mondom a következőt, ez mindenkinek tetszeni fog. A gyártási folyamat leírása, ezen belül kitérve arra, hogy az magában foglal-e sorozatgyártást is, itt megállok. Erre írtam be, hogy nem bazd meg, egyet fogok csinálni. Igen, mindegyikből ilyen limited edition, egy darabosokat. Ó, ne. És ami nálam verte ki a biztosítékot, az a G-pont. Ez most hülyén jött ki. Oké. Okay. Jó, oké, okay. Leesett, jó van. Tehát a G-pont. Nyilatkozat arról, hogy a gyártó és az importőr teljes felelősséget vállal a termék minőségért és biztonságosságáért. Nem is olvasom tovább ezt a bekezdést. Boris, te meg ne hülyéskedjél itt, meg írogassál marhasságokat, figyelj a történetre. Tehát azt írják, hogy teljes felelősséget vállal a termék minőségért és biztonságosságáért. És nekem már lelki szemem előtt lebeg az amerikai perek garmadája, amikor azért bepereltük a mikrosütőnek a gyártóját, mert nem írta oda, hogy macskát nem szabad belerakni. Meg mondjuk a dohány pereket ott, amik zajlottak, ugye, és mikor beismerték a Philip Morris volt talán, aki, hogy igen, már pedig köze van annak, hogy a nő tüdőrákban meghalt, ahhoz, hogy cigarettát szívott. Tehát én, mint egy M plusz egyedik senki importőr, teljes anyagi és erkölcsi felelősséget kell, hogy vállaljak azért a termékért, amit eladok. Mert én értem én, hogy ha valami hibás, akkor igen, ott mindenféle cserejog, meg fogyasztóvédelmi jog, de hát bazd meg, gyakorlatilag, ha valakinek esetleg van ellenlábasa, bepereli, aztán lehet, hogy még a gatyája is rámegy, sőt az egész cége és annak törstőkéje arra, hogy valaki azt mondta, hogy én a te likvidet miatt kaptam ilyen-olyan tüdőbetegséget, vagy azért robbant föl a kezemben a mod, mert nem mondtad, hogy nem tekerhetem 0,1 ohm alá a kazánt. Hát ez totál olyan bakker, mint hogyha mondjuk egy széria hibás autónál az autókereskedőt cseszegetnék, és nem a gyártót. Na de, és ezt most jól mondtad, tényleg. És akkor számon lehetne őket is kérni teljes anyagi felelősségük tudatában, hogy hát de nekem, ne adj Isten, nem történt meg, de nekem meghalt egy rokonom autóbalesetben, a te autódban ült, bazd meg. Akkor te vagy érte a felelős, hisz nem mondtad, hogy meghalhat a kocsiban. Azt mondtad, hogy elvisz A-ból B-be. Igen? És az a szerencsétlen ezt mégis honnan tudja? De akkor tekintsünk egy teljesen jó szándékú és lelkiismeretes forgalmazót. Beimportálja X országból a leveseket, amiket mondjuk értékesíteni akar, vagy a készülékeket, hót mindegy. Végül kicsengeti érte a meg nem határozott bevizsgálási jóisten tudja miket. Aláírja ezeket a dolgokat, a vizsgálat azt mondja, hogy minden rendben van, úgyhogy akkor ő szépen aláírja, hogy vállalja a felelősséget, de hát ezeket gyártják, basszus, hogy mi van, hogyha fél év múlva tényleg egy szériában valami gebasz van. Azt ő honnan a tökömből szúrja ki, vagy minden egyes rohadt kazánfejet, minden egyes likvidet bontsanak föl, és euró tízezrekért vizsgáljanak be, hogy na, ezzel se lesz semmi baj. Meg figyelj már, hogy? És mi van akkor, mi van, mert ugye... Most ezen gondolkoztam el, túlzás, tudom, de a likvid gyártónak kell mindenféle tanúsítványokkal rendelkezni. Ő azt a tanúsítványt az alapanyag forgalmazójától megkapja. És eddig hittek neki is, meg ő is hitt az alapanyag gyártónak. Tehát gyakorlatilag most minden lépés mögött ő megveszi az alapanyagokat, kikeveri a készet, ő azért felelősséget vállal, továbbadja neked, de hisz előtted már ketten mondták azt, hogy sem az alapanyag, sem az, amit készítettek belőle, nem káros mondjuk az egészségre, vagy nem tartalmaz olyan összetevőket, ami káros lenne a szervezetedre, és ki és hogyan tudja azt bizonyítani, hogy a gyerekzáras üvegedbe nem a szomszéd Pista bácsi cseppentett két csepp arzént. Meg úgy egyébként, tehát akkor minek van előtte a nyilatkozattétel, meg a minőségbiztosítás,
hogyha a legutolsó kereskedőnek is felelősséget kell vállalni a biztonságosságáért a terméknek. Hisz, hát honnan tudná? Ő csak azt tudja, hogy nyilatkozott a gyártó, és ő azt mondta, hogy jó, hát akkor minek kérünk tőle nyilatkozatot, hogyha utána nekünk megint nyilatkozni kell. Tehát akkor így is, úgy is, úgy mondják szépen pestiesen, hogy a szopott fasznak a végén mindig a legutolsó láncszem lesz, ergo az a kereskedő, mondjuk. De ettől sokkal, sokkal rosszabb kombinációk is lehetnek, hogy mondjuk az egyébként biztonságos likvidetben valamelyik alkotó elem, mondjuk egy embernél valamelyik gyógyszerrel együtt egy halálos kombinációt fog okozni. Most akkor ki a hibás, a gyógyszergyártó vagy a likvid forgalmazó? Na, ez az. Én megmondom, mindig a likvid forgalmazó. Köszönöm szépen. Oké, aztán következő bekezdés. Ha a tagállamok hiányosnak ítélik, és ez az, amiről beszéltünk az előbb, ha a tagállamok hiányosnak ítélik a benyújtott információkat, jogosultak kérni azok kiegészítését. Ismét a bürokrácia diszkrét bája fog előtérbe kerülni. Igen, mert hogy mi hiányos? Mennyire hiányos? Nagyon? Kicsit? Milyen hiánypótlás lesz belőle? Megint ketyeg újra akkor a fél év? Vagy hogy lesz ez? Nem tudjuk, persze, semmit nem tudunk, mert mind, amiről idáig beszéltünk, az olyan, hogy mintha nem is ecigis vagy cigis kontextusban került volna elő, hanem tudod, így valamit Ctrl-C, Ctrl-V-zelés utána egy ilyen csoportos átnevezése, mondjuk az autót átírod benne cigire, és akkor itt egy szabály. Egyébként biztos vagyok benne, hogy jól képzett az e-cigarettát és a témát alaposan ismerő emberek fognak ezen a helyen ülni. Te biztos vagy ebben? Jó. Én is, 100%-ig meg vagyok róla győződve. Hogyne? Ez biztos vagyok benne. Én már láttam ilyen OK és e-cigaretta továbbképző tanfolyamot. Ott a paksi atomerőművész képzés mellett indítják. Kutya és vagyon. És akkor itt van az, amit te kérdeztél egyébként az elején, Fifika. Azt mondja, hogy a tagállamok a részükre benyújtott információk készhezvételért, tárolásáért, kezeléséért és elemzéséért. Mit akarnak elemezni rajta? Mindegy. A dohánytermékek gyártóinak, nem is dohánytermék, gyártóinak és importőreinek arányos díjakat számíthatnak fel. Milyen arányos? Forgalom arányos? Mennyiség arányos? Vagy azt mondja, hogy én bevizsgáltatok mondjuk 100 fajta likvidet, akkor mondjuk csak hasra ütök 100-szor 5000 forint, vagy azt mondja, hogy mennyiségi kedvezmény 100-szor 2000 forint, vagy hogy, tehát érted, ha te sok melót adsz nekem, azt megköszönöm, és engedek belőle, vagy a rohadt életben megint dolgozni kell, meg foglak baszni, és akkor nem adok kedvezményt, sőt, mivel te sokat akarsz, és nagy lesz a forgalmad, ezért neked többe fog kerülni? Tehát már megint egy olyan mondat, amiből csak két-három lényeges szó hiányzik. De ha végigolvastad a mondatot, nekem azt tetszett benne a legjobban, hogy nem azt írta, hogy díjat, díjakat. Az érted? Is igaz. Igen, lesz itt ilyen. Hát de figyelj, mindenféle lesz. Hát érted? Amit az előbb... Kizike, Mancika, aki ott, öcsém, megfogja papírt, annak te fizetni. Nem, a díjak. Ott van készhezvételi díj, tárolási díj, kezelési díj, elemzési díj. Ez a 4 díj. Raklapdíj. És ezeknek utána lesz egy kumulált adó. Tudod, várjál, mi az a tököm az, ami nekem sose volt széntüzelésű kazánom, és mégis tudod, az elműnél, vagy a gázosoknál van ez a szénipari fejlesztési hozzájárulás. Címszó alatt mindig ilyen 4-500 forint van a közüzemi számlán. Nagyon zsír. Fejlesszük a hazai szénipart is. Na. Mi van még itt? Azt mondja, nagyon hogy... Nagyon sok minden. Igen. Most jön a fekete leves, fiúk, ne cseteljetek, ezt hallgassátok. A nikotintarta, a tagállamok biztosítják, tehát ez kimaradt az elejére, a tagállamok biztosítják, hogy
A nikotin tartalmú folyadékot kizárólag, kifejezetten erre a célra szolgáló, legfeljebb 10 ml űrtartalmú utántöltő flakonokban, eldobható elektronikus cigarettákban, vagy egyszer használatos patronokban hozzanak forgalomba, és a mondatnak nincs vége. És a patronok vagy a tartályok űrtartalma ne haladja meg a 2, azaz 2, írd és mond 2 millilitert. Környezetvédelem, fuck the way. Tehát ez lesz az, amikor senki nem fog azért decis üveget tudni venni, vagy 30 milliset, vagy már nem is megyek följebb, olyan ember biztos nincs. Hanem megveszed majd mondjuk a deciset 10 darab 10 millis üvegbe, és akkor majd tovább megyünk, hogy ennek milyen költségei vannak még a magán a csomagoló díjon, a környezetvédelmi termékdíjon, a matricázáson, a munkaerőn kívül, ugye, aki nem egy kupakot fog tekerni, hanem tizet. Szóval én nem tudom, hogy... Szállítási díj, mert ugye hát, egységnyi területen lényegesen kevesebb hasznos anyagot tudsz így szállítani. Kevesebb hasznos anyagot, és még a súlya is nagyobb lesz. Szóval én nem tudom, hogy... Vagy lehet, hogy tudod, megállapították valami tudományos oldalon, vagy az FDA, vagy a faszom tudja ki, aki kijelentette ezeket a blödségeket, és ott azt mondták, hogy 10 milliben még, ha megissza, nem hal bele, akkor legyen 10 millis az üveg, márhogy az utántöltő flakon. De csak hogy tudjuk képbe helyezni magunkat a 2 millinél. 2 milliliter, mindenki képzeljen maga elé egy 35 milli hosszú kartomájzert, a 35 millis kartóba durván 0,7-0,8 milliliter tud bele férni. 2 milliliter az a kisebbik Aspire Atlantis, az a nagy gőzgép, az a tankja 2 millis. 2 millit, hát én el sem tudom képzelni, mennyi ideig lehet szívni. Hát az... Sőt, ránézel és vége. Bocsánat, hát Hallmeister. 1,6, 1,8. Mindjárt megnézem. Én azt találtam erre a fasságra, azt találtam ki, hogy az 5 millis tartályon húzni kell 2 millinél egy vonalat, azt odaírni, hogy max. Jönnek vissza az első generációs, meg talán a második generációs cuccok. Higgyétek el! És akkor jön az agymenés tovább, azt mondja, hogy a nikotintartalmú folyadék legfeljebb 20 mg per milliliter nikotint tartalmazzon. Ami mondjuk, te azt írtad ide, Krisztián, és ezen gondolkozom, hogy ez pont a leginkább rászorulókat hozza hátrányos ezen helyzetbe. Ezen vitatkoztunk egy kört, igen. Igen, hogy szerintem nem, de... Igen, akkor lehet, hogy kevés volt az, bocsánat, az embereknek, amikor a Novátóból, meg a Helixből szipákolták a cuccokat, és ott mondjuk lehet, hogy kevés volt a 18. Én jó régóta, hát nem igaz, jó régóta nem találkoztam. Nem kéne annyit dohányozni. Nem kéne annyit dohányozni, azt hittem, azt mondod. Szóval én nem találkoztam régóta olyan emberrel, aki 18-asnál erősebbel kezdett volna, vagy rendszeresen olyan erőset szívott volna. Szerintem a 20 az mondható egy ilyen normális szintnek, szerintem. Erős dohányosként is mondom. Nekem ezt. Erről az a felmérés jut eszembe, egy ilyen európai felmérés volt egy évvel ezelőtt kb., ami azt hozta ki, hogy a gőzlérek közel 25% a 20 mg per milliliternél erősebbet fogyaszt napi szinten. Persze ez nem vette figyelembe, hogy milyen kazánnal valóban, de ha megnézed, hogy milyen formában limitálják a kazánokat, imit amott, igazán kérdés, hogy ezek a menő tökös kazánok, amik jó kis torokhatást produkálnak, azok egyáltalán megmaradnak-e? Meg ez azt, ez be is írta az előbb itt Boris, The Russian Gözlér, hogy mit csinál a rendőr, majd elveszi az utcán, hogyha
nagyobb űrtartalmú tankot lát nálad? Vagy megállít, és lesz nála egy ilyen kis lakmuszpapíros gyors teszt, hogy milyen erősségű nikotin van benne? Hát el nyilván nem veszi, mert ez a forgalomba hozatalra vonatkozik, tehát hogyha az útszélén állsz a kis bodegáddal, és jó, ott de vannak. Tudod mit, akkor most erre ráfűztél a sztorira, és akkor én megkérdezem azok helyett, akik most itt vannak és nem beszélhetnek, mi van azzal szerinted, akinek már otthon van a 30 millis Vapor Giant nagy kazánja, vagy mondjuk az én kisebb 5 millis Typhoon GT-m? Csámi, nyilván a piacra dobott készülékekre ez nem vonatkozik, tehát ha már megvetted, az a tied. Na, jó. Hát akkor nem, ezzel nem, most nem, tudod, mit mondtál? Nem hogy fogsz oda menni a hivatalba, hogy bejelents, hogy szeretnéd forgalmazni a 3 darab bazi nagy kazánodat, mert nem ebből a célból van neked. Igen, de akkor ne hagyjunk meg már ötleteket, mert be fogják szedni őket, tudod, mint annak idején a pisztolyokat 56 után. De figyelj már, Fifika, nekem akkor ezzel a szürke importot erősítheted akár, hiszen most azt mondtad, hogy ami már neked megvan, az arra már nem vonatkozik. És mi van, hogyha lesz egy olyan shop, hogy azt mondja, hogy vedd meg, aztán mondd azt, hogy ezt tavaly vetted. Megállít az utcán akárki. Megbasszák. Mikor vette? Na, hát de mondom, nem a fogyasztót fogják leállítani az útszélén, hanem persze, a forgalmazót fogják. Persze, is. Nekem is megfordult a fejembe egy olyan esetőség, hogy megállít a rendőr, megnézi, hú, hát összemre nagyobb, mint 2 milliliter, igazolja a számlával, hogy még a TPD előtt vetted. Most írja Lackó Attila, hogy felpörög majd a használt piac a törvény életbe lépése után, Kaifun klón 30 ezerért, GT klón 35-ért. Lehet, hogy majd ez fog menni a mindenféle fekete fórumokon, hogy kinek van nagyobb tankja, és lehet az akár klón is, de ha nagy, akkor iszonyú sok pénzt fog érni. Na, tovább megyek. Azt mondja, hogy a nikotintartalmú folyadék ne tartalmazzon olyan adalékanyagokat, amelyek a 7. cikk 6. bekezdésében szerepelnek. Ezek a vitaminok, a különböző koffein, taurin, élénkítő hatású szerek, kibocsátásokat elszínező tulajdonságú adalékanyagok, és a nikotin felvétel. Hát nyilván itt a dohányról van egyébként szó, de hát gyakorlatilag a nikotinos gyógynövényes likvideknek lőttek. Tehát csak nikotinmentesben lehet ilyeneket keverni. De én a te kommentedre rá is fűztem, ha máshogy nem gondolat van, igen, hogy ott van a 6 per A pontban vitaminok, amit mondtál, vagy egyéb olyan adalékanyagok, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a dohánytermékeknek kedvező élettani hatása van, vagy az egészséget kevésbé veszélyezteti. És én erre mit mondtam neked múltkor? Most hogy jönnek majd... meg. Hát azt is, de most jönnek majd a baszakodással, hogy a fiatalok azért szívják a gyümölcsöset, mert hogy az azt hiszik, hogy az egészség. Tehát ez olyan lesz, mint a cigarettánál a mentolos, meg a vékony. Itt meg majd az lesz, hogy hát a gyógynövényt az első körben igen lapát, ahogy mondtad, és akkor utána majd, hogy jó, hát tulajdonképp a csoki is ilyen, meg a mogyoró, meg az anyám kínja, minden, ami nem olyan égett papír, okádék ízű, mint a cigaretta. Tehát egyébként a cigarettákat is visszaléptetik az íz tekintetébe, tehát itt jövő május után csak olyan cigarettát lehet kapni, amit szerintem senki nem fog elszívni. Tehát az ukrán csempész Marlboro az egy király cucc lesz. Te gondoltad volna ezelőtt másfél évvel, mikor kimondtad azt a mondatodat, hogy ez egy ilyen partizán ellenállásra felszólító mondat lesz? Spájzoljatok, spájzoljatok, spájzoljatok. Az az igazság egyébként, hogy Romániában például most akarják szigorítani a dohányzást. Ja, erről beszéltünk, mesélj, de hogy mit akarnak most bevezetni? Tehát most fog ilyen teljes tiltásba menni a szórakozó helyeken
a cigaretta. Egyszer már megpróbálták, tehát ma voltak itt a román dohányos kollégák, és beszéltem velük pont erről, hogy mi volt, hogy volt, és akkor mondták, hogy egyszer már megpróbálták betiltani a dohányzást az éttermekbe, csak senki nem tartotta be, és még a parlamentbe is az emberi jogokkal kapcsolatos vitát generáltak a dohányzók. Tehát, hogy nekik joguk van ahhoz, hogy ők dohányozzanak egy étteremben, és ha valakinek nem tetszik, akkor menjen ki, vagy menjen egy olyan étterembe, ahol a nem dohányzók vannak. Tudod, mi jutott erről eszembe? Tóásó előd. Akinél ugye az természetes volt a bolíviai börtönben, hogy önellátó a dolog, tehát nincsen közétkeztetés, hanem amit találsz, és azzal készíted el, amit van. De cserébe, mikor azt mondták, hogy Magyarországon, illetve Európában nem jár alanyi jogon a börtönben történő szexuális érintkezés, akkor fölzúdultak, hogy micsoda balkáni módszerek ezek, és hogy lehet ilyet, ez totál embertelen. Szóval kinek mi? Úgyhogy kíváncsi leszek egyébként, mert itt azt mondták a fiúk, hogy ha be is vezetik, valószínűleg senki nem fogja betartani, és senki nem fogja érte büntetni. Hát ennyit arról, hogy mennyire birkák vagyunk egyébként, pont. Ogre beleírta, hogy nekem jogom van 50 millis tankot venni Kínából, és 36-os levessel tölteni, mert azt szeretem, szal, akkor mi van? Hát az van, hogy megrendelheted, csak majd a határon nem fog bejönni. Az 36-os levest megrendelheted, csak majd mikor nyilatkoztatnak, hogy tartalmaz-e nikotint, és te azt mondod, hogy nem, akkor ők be fogják vizsgáltatni, mert annyit meg fog nekik érni a dolog, és legjobb esetben is meg fognak téged büntetni, és nem fogod megkapni azt, amit van. Én már látom egyébként, hogy ebből be fog indulni az e-cigi turizmus, mert ugye kimész és megveszed magadnak, akkor már hazahozhatod. Igen, igen. Mikor azt mondják, hogy kimegyek Tájföldre e-cigit venni, nem siméleket fogsz nézegetni, hanem a piacon majd, vagy Shenzhenbe, tudod, turista utakat szerveznek, és majd azt mondod, hogy hát, kijutni kurva drága volt, na de aztán ott bevásároltam annyi klón mehát, hogy fó, beszarás. Ne menjetek messzire, melyik országban van az, hogy tudod, felszállsz a kompra, és tudod, kiközött, és már hullára igatod magad. Valahol fönn az északi akrán. Svédek. Igen, mert a hajó már mikor elindult a kikötőből, az már nem náluk van, és akkor kinyit a kantin, hadd szóljon, és már mindenki úgy ér partot, hogy már nem szomjas. Tehát a túloldalra át nem megy senki, csak a kikötőt hagyják el. Ez a igen, az milyen lenne, hogy egy helyben forogott a komp. Na, azt mondja, tegnap is beszélgettünk erről. A nikotin tartalmú folyadék előállítása során kizárólag magas tisztasági fokú összetevőket használjanak. A nikotin tartalmú folyadék az ECIK 2-es bekezdése csak nyomokban tartalmazzon a említett összetevőktől eltérő anyagokat, igen, és csak abban az esetben, ha a nyomokban való előfordulás technikailag elkerülhetetlen a gyártás során. Most mi a nyomokban tartalmazás? Vagy tehát ami számomra... Nyomokban tartalmazáshoz kéne definiálni, hogy mik azok, amiket nyomokban tartalmazhat csak. De onnantól kezdve egyébként a nyomokban tartalmazás az azt jelenti, hogy mérés határ alatti előfordulás. Hát illetve azt jelentheti, hogy de azt mondja, hogy a nyomokban való előfordulás technikailag elkerülhetetlen a gyártás során. Ennyi erővel a palackozó gépben mondjuk spén is kerülhet bele, és akkor ráírom, hogy nyomokban fémforgács reszeléket tartalmazhat. Mert hát technológiailag, technikailag elkerülhetetlen a gyártás során. Szóval bolondok ezek, fiaim. Na, következő, és ez még mindig csak egy albekezdés, E pont. A nikotin kivételével a nikotin tartalmú folyadék kizárólag olyan összetevőkből álljon, amelyek sem melegítés hatására, sem anélkül nem veszélyesek az emberi egészségre.
Jelen tudásunk szerint. És milyen mennyiségben? És mi az, hogy veszélyes? Hogy olyan lesz, mint a ruszkiknál ez a krokodil nevű drog, hogy lerohasztja a húst a csontodról, vagy csak bepirosodik a torkod tőle, vagy igen, tehát nincs a veszély fogalma meghatározva. Jobbat mondok, ez annyira alaposan és átgondoltan lett megfogalmazva, hogy ez alapján, a bekezdés alapján igazából a nullás likvid tele lehet minden szeméttel. Igen, mert azt mondja, hogy a nikotin tartalmú folyadék. Igen. És a másik kedvenc passzusom, az F, a kedvencem, az elektronikus cigaretták a nikotindózist rendes használati körülmények között egyenletesen adják le. Mi a rendes? Szobahőmérséklet. Milyen? Én megmondom, hogy én ezt hogy értelmezem most így kapásból, és nekem mindenem megfelel ennek. Nekem a nikotindózis rendes használati körülmények közötti egyenletes leadása az azt jelenti, hogy amennyi nikotin van benne, az az üveg kibontásától az üveg kiürüléséig mind leadja. Nem jó ez. Hát, amit itt Blackkel is beszéltünk, milyen ellenállás, milyen melegre fűtött föl, az akkud éppen mennyire van feltöltve, milyen húzallal, milyen vivőközeggel, milyen hosszú slukkal. Tehát itt a rendes használati körülmény, az, ha csak azt veszem, hogy a 0,5 ohmtól 3 ohmig elég tág. És azt mondom, hogy ez még a rendes használati nem leszek köcsög. 1 ohmtól. És egy akuval, vagy két akuval, vagy 1000 watton, vagy ipari füstgépen. Mert hát az valahol az rendes használati körülmény. És egyenletesen adja le. Egyenletesen. Az meg. Nem tudja egyenletesen leadni, hogy a picsába. Mikor használod, és kokszolódik. Kevésbé fűtött föl, nem izzít akkorát, nem tud elpárologni róla annyi, és már nem egyenletes, hanem csökken. Lineárisan vagy exponenciálisan, tök mindegy, hogy, de csökken a teljesítmény, ezáltal csökken a nikotin dózisod is. Azért arra kíváncsi leszek majd, mikor ezt így mérik, tudod, egy ilyen oszcilloszkóp előttől az űrget. Nézd meg a 472. sluknál, milyen nikotin görbét húzott. Nem, azt mondja, oda nézd, micsoda nikotin tüske. Oda, és akkor mondja neki a másik, hagyjad, az csak mérési hiba, most tekert bele újat. Ennek a hülyeségnek a méregfogát egyébként szerintem úgy lehetne kihúzni, hogy nyilvánvalóan ez arról szól, hogy egy épeszű, normális maximum ott nem lép túl. Tehát, és mivel ez kifejezetten az elektronikus cigarettákról szól, és nem a likvidekről, ami nagy kár, mert hogyha a likvidekről szólna ez a holmi, vagy a kettő kombinációjáról, akkor ezt lehetne úgy értelmezni, hogy itt alapvetően arról szól, hogy egyenletesen legyen elegyítve a nikotin a folyadékba, és ne legyen az, hogy szívod, és 2 percig nullásat szívsz, és utána jön egy full durva nikotin fröccs. Tehát úgy lenne ennek értelme. Így, ahogy megvan fogalmazva, semmi értelme nincsen, mert ez attól függ, hogy honnan nézed, ez igaz is, meg hamis is lehet. Tehát igazából teljesen megállapíthatatlan. Már ott a mágiára dobnának akkor, hogyha tudod, egyszer véletlen, mint régen, rosszul tartod, vagy a nyári melegben megszörcsen a kazánod, és a piros lámpa a fejed fölött fölgyullad, és oda megy hozzád a nikotinrendőrség, kikapják a kezedből a maszkos vegyvédelmi ruhás emberek, hogy ellenőrizetlen, és nem a rendes használati körülmények közötti egyenletesen leadott nikotin mennyiség. Kikapják a kezedből, és bezúzzák a picsába. Mert hát még majdnem a szádba is csorgott, hogy megfolyt. Hülyeség. Tudod, kapsz egy 30 ezeres csekket, megmértek autópályán 24-es nikotinnal. Igen. Azt mondja, következő, zseniális ez a pont is, az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok, de mindenre figyeljetek, ne írogassatok, csetelgessetek, az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyerekzárasak legyenek, és ne legyenek manipulálhatók. Legyenek védettek törés és szivárgás ellen, valamint olyan mechanizmussal működjenek, amely garantálja a szivárgásmentes utántöltést. Gondolkoztam rajta, hogy milyen az a gyerekzáras cigaretta, meg gyerekzáras kazán, de
Nem tudtam rájönni. Nem. Gondolkoztam rajta, itt van előttem egy kis TSA lakat, amit a bőröndre kell rakni. Lehet, hogy ilyet lehet majd hozzá kapni, amit majd csak az ellenőrök fognak tudni kinyitni, hogyha én utána akarok tölteni, és ezt kell rárakni a cigire. Már megint csak egy olyan szövegrész, amit itt valahonnan átemeltek, és beleírtak meg. Írd oda mindenhova, hogy elektronikus cigaretták, nehogy félreértsék a hülyék. De hát, bazd meg, hogy lesz gyerekzáras? Segítsetek. Ez mint a Csubaka hadművelet ennek. Nincs semmi értelme. Nem, szerintem nem láttak elektronikus cigarettát a törvényhozók, ez ilyen egyszerű. És a másik, ami felett majdnem elsiklottam. Ne legyenek manipulálhatóak. Boris meg tudná mondani talán, de nem adunk neki szót, hogy nekem egyből az ugrott be, hogy a vodkás üveg, tudjátok, ami mondjuk a finlandiás üvegen, vagy egyéb nem annyira commerce szeszeken van, hogy ne lehessen mindenféle szarpancsolt cuccot beletölteni, azon van olyan kupak a tetején, amiben egy golyós szelep van, és csak kifele tudod önteni, hogy ne tudjál vele visszatölteni mást. Most akkor ilyen lesz a likviden? Vagy mi? Vagy hogy? Én nem írtam így menet közben, de szerintem már ilyen háromszoros árnál tartunk, és még mindig csak egy kibaszott 10 millis üvegről beszélünk. Másrészt miért ne szivárogjon az a szerencsétlen, kérdem én? Hát és mit értünk szivárgásnak? Igen. Kifolyik belőle minden, vagy kijön néhány csepp? Mert nyilvánvalóan, hogyha mondjuk összetekered az illesztékeket, ami már nem jó, már nem gyerekzáras, akkor ott egy fél nanocsöpp ki fog jönni, és ott elzélvódik. De én azért érzem ezt elképesztő baromságnak, mert beszabályozzák a potenciális veszélyforrási lehetőségeket azzal, hogy maximum 10 ml-es üvegben, maximum 2 ml-es az a szerencsétlen kazán, maximum 20 mg-os a nikotin, tehát így már nagyjából belőttek egy felső veszélyszintet, hogy ne kerülhessen a kezed ügyébe akkora mennyiség olyan koncentrációban, ami igazából nagyon nagy gázt okozhat. És akkor még ne is szivárogjon, bazd meg. Hát mi ez? Szivárgás az, amikor a klerikálisok bomlasztják a munkásosztályt. Boris azt mondja, hogy az ne szivárogjon, de az illatos úti vegyszertelep szivároghat. Igen. Az valóban szivároghat, és nem kell gyerekzárosnak lennie, ahogy hívjáknak, a zevőeszközös késekkel teli szekrénynek és fióknak, nem kell gyerekzárosnak lennie, a budinak se, pedig, hogyha a domestosszal teleöntöm és oda megy a gyerek, akkor beletapicskolhat. Ezt mégis hogy gondolják? Azonnal gyerekzáros budikat követelek az Európai Unióba. És mi van mondjuk az autóműhelyben az olajos flakonnal, vagy esetleg azzal az olajos rongyal, amivel a kiömlött és egyébként az egészségedre roppant káros olajat törlöd föl? Javaslok ide egy mondatot beszúrni, azbeszt bazd meg. Azbeszt meg bassza. És gyerekzáros apró pénzt is kérnék szépen, mert le lehet nyelni. Idióták. És hogy miről kell gondoskodni a tagállamon? Tényleg csak a kinder tojás. Nak. És mindenki most, aki nem éppen azzal van elfoglalva, hogy milyen vicceset írjon a chat falra, nyugodtan szerintem elővehet egy A4-es lapot, és írogasson. Figyelj csak, Charlie, ez nem az óvoda, te meg nem az óvónő vagy. Nem. Az én vállamon, fú, most majdnem mondtam, hogy két ilyen villám alakú S betű, a bajszom rövidre van vágva az órom alatt, és mindenkinek annyit mondok, hogy most. Kimehetsz, Boris! Igen. Mindenkit üdvözlünk a Párasító Podcast első és utolsó Mumble-ös felvételén. Igen. Ezt most olvasom. De ilyenkor, hogyha tényleg ki kell menned WC-re, akkor telefonnal menjél, aztán hadd szóljon. Azt mondja, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeihez mellékeljenek tájékoztatót. Csak azt nem tudjuk, és majd itt azért mondtam az A4-es papírt, mert a következőket kell tartalmaznia. A termék használati és tárolási útmutatóját, ezen kívül felhívja a figyelmet arra, hogy a termék használata fiatalok és nem dohányzók számára nem ajánlott, az ellenjavallatokra vonatkozó, a konkrét kockázati csoportoknak szóló figyelmeztetéseket, a lehetséges káros hatásokra vonatkozó tájékoztatást,
a függőséget okozó tulajdonságokra és a toxicitásra vonatkozó tájékoztatást, a gyártó, vagy az importőr, vagy egy unión belüli természetes, vagy jogi kapcsolattartó személy elérhetőségeit. És hogyha ezt most mind csak így lekapargattátok, már az, amit lekapartatok címszavakban, az sem nagyon fér föl, még egy A5-ös lapra sem. Tehát így én már látom lelki személyem előtt, hogy tényleg az lesz, hogy 10 millis flakon, és azokra mindenki kifog egy ilyen kis, tudod, fifika, vagy igen, te még abban az időben születtél. Voltak divatban ezek a mini zsebbibliák, akkora volt, mint a hüvelykujjad. A Bajai Kórház büféjében láttam tegnap. Olyan, hát Isten bizony, tehát ez a kandalló gyújtó méretű. Igen. Új szövetség, igen. Kék műanyag kötésben. Igen, na és ezt képzeljük el, szerintem méretre egy ilyen, de nem, persze nem több száz oldalas, egy ilyen 4-5 oldalas kis dokumentáció lesz, vagy majd itt is lesz a versengés, hogy hány pontos betűméret az, amit még el lehet olvasni, és csodálom is, hogy nem írták bele ebbe a szabályozásba, hogy milyen betűmérettel kell feltüntetni. Szóval igen, egy 10 millis flakonhoz még biztosítani ilyen leírásokat is. És ez zseniális, ez az unión belüli természetes vagy jogi kapcsolattartó személy elérhetősége. Rajta lesz majd, hogy Kis Pista, Budapest, cím, telefonszám, és hogyha bajod van, akkor majd azt a telefont hívogassad éjszaka. Vagy 1-800 ECG. Vagy ki volt az, várjál, a Kőhalmi Zoltán, mikor megtalálták a Szotyi zacskón a telefonszámot, hogy Szotyi infóvonal. És azt mondja, hogy meg akarták kérdezni, nem tudták, hogy hogy pucolják meg a Szotyit, hogy egy nő csak úgy ül, és egyenként megtöri, vagy mindet a szájába veszi, és aztán így megregi, és köpködi kifele. És fölhívták hajnal 1:30-kor valami ivós buliban, hogy ez hogy van. És most itt is ez lesz. Bárki bármikor csöröghet a kereskedőnek, hogy került az üvegből nikotin? Vagy mit akarnék én megtudni tőle? Miért kéne nekem felhívni? Hát nem elég az a szabályzás, hogy mikor beadja, akkor az ellenőrző hivatal tudja, hogy ki készíti, vagy miért? Nem elég, és szerintem igazából az egész TPD-ben nagyon-nagyon érik egy kiegészítés, tehát elektromos cigaretta, készüléket, kazánt és likvidet kizárólag úgy vásárolsz, hogy eladnak neked egy személyvédő felelőst is, aki beköltözik hozzád, megtölti neked szakszerűen a kis cigidet, és ott áll melletted. Csepegésmentesen. Pontosan, megtörölgeti a driptipedet egy kis izővel, a kendővel, nem manipulálható. Fedhetetlen erkölcsiségű személy, aki beköltözik hozzád, és ő lesz az otthoni elcigi felelős, és csak így lehet árulni ezeket a készülékeket. És beszedi az összes díjat tőled. Eszembe jutott, hogy az a fotós srác, akinél én a műterembe szoktam menni videózgatni, és ment a küzdelem a jó múlt korában, hogy a számítógépével probléma van, és nem két fillér volt a gép, a hazai kereskedő, nem kell mondanom, hogy mi volt a gépnek a márkája, úgyis megköpköditek majd. És a harmadik, negyedik telefonos szapport után azt mondták, hogy jó, akkor az lenne, hogy valamikor kimenne oda a kollégánk, és nézné a gépet. És hogyha előjön a probléma, akkor lássa. Hát így megkérdezte a srác, hogy hideg élelmet hoz, mert van, hogy 4-5 napig nem történik semmi, vagy hogy etesse is, vagy ruházza is majd esetleg, meg hogy egyébként olyan fotókat csinál, amiket egy, nem kéne látni publikálás előtt, kettő, meg mesztelen nők, ingyen ne csorgassa a nyálát. Agyrém, ott is, itt is. És akkor tovább mennék, a gyűjtőcsomagokat azt kihagyom. Azt mondja, hogy tartalmaznia kell egy jegyzéket a csomagolási egységnek valamennyi összetevőről tömegszerinti csökkenő sorrendben. Ez mondjuk egy jó dolog. És adják meg a termékek dózisonkénti nikotintartalmát, ez hülyeség. Mi az a dózis? Mi az? Mi az, hogy dózis? Hát mit tudom is én, mondjuk ezt, hogy azt mondja, hogy 1 milliliter, amit most nálunk, azt mondja, hogy a végében, majd úgy lesz fölírva, tudod,
0 mg per milliliter per vg. Nikotinhozzak oda lesz hogy írva, hogy 3 mg per milliliter per nikotin. Hittem, hogy itt hirtelen féletlenül arra gondoltam, hogy itt már megint a slukkokra gondolnak az idióták. Nem, de a következő szó az zseniális. Ezeknek a termékeknek a nikotin kibocsátását. Tehát így tudod, így ülsz az üveggel szembe, és kinyitod a száját, és látod, hogy jön kifele a nikotin, mert kibocsátja. Igen, ezt szeretném megköszönni. Blacky, tedd a dolgod. Micsoda élet. Az. Aztán mi van itt? Szerepeljen rajta az egészségvédő figyelmeztetések egyike. Itt egy olyan hosszú, egyet felolvasok. Ez a termék nikotin tartalmaz, amely erős függőséget okozó anyag. Fogyasztása nem dohányzók számára nem ajánlott. De én nem dohányzom egyébként, akkor nekem sem ajánlott. Hát mi? Ugye. Vagy mi, vagy hogy. Ha nem, de. 21. És a legszebb gumiszabály. A tagállamok határozzák meg, hogy a fenti figyelmeztetések közül melyiket kell alkalmazni. Aztán mi van még itt, ami a problémás, amit a tagállamok biztosítanak, és itt vagy, Blacky? Itt vagyok. Jó, ez rád is vonatkozik. Nyugodtan szólj majd vele. A tagállamok biztosítják, hogy tilos legyen a sajtóban és más nyomtatott kiadványokban minden olyan kereskedelmi közlemény, információs társadalmi szolgáltatás keretében, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése, kivéve azokat a kiadványokat, amelyek kizárólag az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok kereskedelmének szakmai képviselői részére szólnak, továbbá a harmadik országokban nyomtatott és kiadott kiadványokat, amennyiben azok alapvetően nem az uniós piacra készültek. Tovább megy. Tilos legyen minden olyan a rádióban elhangzó kereskedelmi közlemény, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése. És megyek majd tovább a passzusban, de ezt köpködjük meg, mert ezek alapján akkor nem sokáig lesz már sem ecigitesztek.hu, sem Blacky videó, sem podcast, illetve már megbeszéltük, hogy lesz podcast, illegalitásba fogunk vonulni, és egy mobil Volkswagen Transporterből fogjuk sugározni mobil neten. Kalóz podcast. Kalóz rádióként. De ez a legelszomorítóbb, és majd utána kielemezhetjük akár a podcastes részt is, hogy azt mondja, hogy tilos olyan kiadványokban szerepeltetni, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése. Hiszen mikor próbálunk valakit lebeszélni róla, akkor népszerűsítjük, hogy ez sokkal egészségesebb, mint a cigaretta. Ezt nem fogjuk tudni csinálni. Sem nyomtatott formában, sem szórólappal, sem egy fizetett hirdetéssel, még úgy sem, hogy az Egyesület fizetne mondjuk egy reklámspotot, ő pénzért megvenné, neki abból anyagi haszna nincs, viszont annak, aki forgalmazza, annak mondjuk van, és egyébként is népszerűsíteni akarunk, és ezt nem tehetjük majd. Tehát ez pont olyan lesz, hogy nincs már messze az, mikor egyébként bemegyünk a trafikba, ami most még le van fóliázva, de nem kötelező tulajdonképp, ez kiderül, hogy ugyanúgy lesz, vagy a szép csicsás likvid matricáink helyett majd egy izé lesz ott egy ilyen nikotintól szétmart készfej, vagy nem tudom. De figyelj, hogyha úgy podcastelsz, hogy minden második szavad az, hogy jaj, de szar ez az elektromos cigaretta, akkor lehet. Tehát, hogyha nem népszerűsíted, hanem lehúzod, akkor lehet. Akkor lehet. És akkor tulajdonképp lesz egy adás a legelején, amiben csak azt mondjuk, hogy az összes többi adás, és nem fogjuk kimondani, hogy elcigi, csak azt mondjuk, hogy az összes többi adásban negáljátok azt, amit mondunk,
És akkor a többiben megköpködjük. Hát szerintem ez nem életszerű. És a C pont az rád is vonatkozik, Blacky, hogy tilos bármilyen olyan nyilvános vagy magánjellegű hozzájárulás, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése. Igen, ez sajnos tisztában vagyok vele. Szponzoráció megtiltása, ami annyit jelent, hogyha mi egy kis elcigi összejövetelt szervezünk, akkor ahhoz senki semmilyen formában nem járulhat hozzá. Semmi. Például innentől kezdve, ezt most jól végig gondolom, akkor a Béla többet az otthonában nem tarthat ilyen magánjellegű elcigis összejövetelt, mert igazából az otthonának az eseményre történő felajánlása egy magánjellegű hozzájárulás. Vagy nálam a kertben nem főzhetünk ebből az a... Tehát ilyen átszázni kell, érted? Mi az gőz? Nem! A pörköltnek a gőze! Nem. Hogy hát avart égetnek a szomszédba. Nem, hát ez műanyag zacskó kedvelők találkozója, hát itt semmi. Ja, mindenki ne cigi van, az csak tök véletlen. Tehát hihetetlen, hogy tehát komolyan mondom, ez a vanker-bunker legsötétebb időszaka fog eljönni. És amit még itt a következő pontban van, tilos az ilyen-olyan európai parlamenti és tanácsi irányelv hatája alá tartozó audiovizuális kereskedelmi közlemények az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok tekintetében. És a távértékesítésre is vonatkozik. Tehát webshop reklámja sem, webshop sem, úgyhogy mondjuk... amit mondogattak nemrégiben a Facebookon, hogy ó, majd megrendelem akkor EU-ból, meg ó, majd akkor megrendelem Kínából. Hát itt van benne, nem. Rendeled ám, hogy nem. És akkor jön a következő. Hollandiában leginkább az nincs betiltva. Hollandiában minden be van tiltva, csak az nem, ami egészséges. Vagyis, hogy a zöldre gondolt itt, gondolom az úriember. Azt mondja Attila, Lackó Attila, de Fifi a kertje nem Hollandia. Kikiáltjuk a független dóci gyarmatot. Na, van egy ilyen is, hogy a tagállamok kötelezik az elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok gyártóit, importőreit, hogy az illetékes hatóságoknak évente nyújtsanak be átfogó adatokat a márkanevenkénti, terméktípusonkénti értékesítési volumenekről, ezt úgy képzeljük el. Úgy, hogy ez mondjuk eddig mindenkinek féltett titka volt, hogy mondjuk mennyi Y4-et, vagy mennyi fekete ribizlit, vagy mennyi málnát ad el, azt most évente le kell bontani neki, és be kell nyújtania, amiből majd kiderül mindjárt, hogy mit fognak tenni. Tájékoztatást a különböző fogyasztói csoportoknak, köztük a fiataloknak, a nem dohányzóknak és az aktív dohányosok főbb típusainak preferenciáiról. Ezt mégis hogy? Hát úgy, hogy mikor valaki vesz tőled valamit, akkor egy ilyen negyed órás kis discussiont elindítasz, hogy egyébként dohányzol? Nem dohányzom. Már X-elsz is, nem dohányzik. Ránézel, fiatal. És akkor utána ezeket így összesítgeti, és milyen ízre gondoltál, mit szeretné? Hát nem is tudom. Nem tudja, mit szeretne. Dohányos esetleg? Azt igen, dohányos. Olyat, mint a régi cigi. Dohányost. És ezt fogja benyújtani. Továbbá. Nyilatkoznia kell majd az importőrnek, illetve és vagy a kereskedőnek is a termékek értékesítési módjáról, tehát hogy mondjuk beesett a... Ne szaladj ennyire előre. Igen. Itt a kettes pontnál ez a fogyasztói csoportok szokásairól, hogy itt arról van szó igazából, hogy olyan dolgokat kell, hogy megkérdezzen tőled, amihez semmi köze nincsen. Tehát magánügy. Mennyi idős vagy, azon kívül, hogy nagykorú vagy-e, nem dohányzó vagy-e,
aktív dohányos, hogy tehát ez mind olyan személyes adat, amihez kurvára semmi köze nincsen. Hát erre akartam ráfűzni. Nem mellesleg egy kibaszott cigaretta eladáskor semmit nem kell megkérdezni, azon kívül, hogy 18. életévét betöltötte, vagy nem. Igen. Hát igen. Hát elmennek a picsába. Na de akkor tovább megyek, és akkor megértjük, hogy miért írtam oda azt a szélére, amit odaírtam, mert hogy az értékesítési módról is gyűjtened kell az adatokat, hogy mondjuk webshopban értékesítette, de ott még talán egyszerűbb is, mert megkérdezed tőle 40 adatot ahhoz, hogy vehessen egy eldobható 300 milliampere órás aksit, illetve azt mondja, hogy a fentiekkel kapcsolatban végzett esetleges piackutatások összefoglalóiról mellékelve azok angol fordítását is. Feleségül ne vegyelek, tehát most megpiackutatok valamit, mint egy kereskedő, és azt adjam oda neked a piackutatásom eredményét. Hát illetve, hogy mondjuk, ez a kötelező piackutatás, meg a kötelező megfigyelés 1984. Én szeretnék segíteni a forgalmazóknak, ezt a nagy részét ezt úgy kell letudni, hogy előre gyártott kis kérdőíveket kell nyomtatni, amire az van rányomtatva, hogy a vásárló megtagadta a válaszadást, és ezeket leadni a hatóságoknak, és nyasgén. Nem tudom, hogy a sör alá, ja nem, az adóbevallás, mi az alaptörvényünk most mekkora, 10-20 oldal, hogy abban van-e valami vonatkozó passzus arra, hogy ez ugyanolyan, mint hogyha én munkáltató lennék, és megkérdezném azt, akit föl akarok venni, hogy te most dagat vagy terhes, mert át úgy terhes nőt nem nagyon akarnék, akkor és azért amúgy is... És a fiúkat vagy a lányokat szeretem. Igen, azért is picsán rúgnának, de ezért nem. És az Európa szívéből jön ez a direktíva, könyörgöm, hát normálisak ezek? És gyönyörű mondatokat írnak még, azt mondják, hogy a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok, még a flakonok piacának alakulását, többek között az arra vonatkozó esetleges adatokat, hogy azok használata nikotinfüggőséghez vezethet, vagy a hagyományos dohánytermékek fogyasztására indíthatja a fiatalokat és a nem dohányzókat. Jaj, Istenem! Ez zseniális lesz. Illetve az adat, amit te idáig vért verítéket izzadva a 300 forintos integrált patron eladása mellett még begyűjtöttél, ezt neked be kell nyújtanod, majd a te vérrel verítékkel megszerzett információidat, ami üzleti titok is lehetne, a tagállamok biztosítják a kettes bekezdés értelmében kapott információk weboldalon történő közzétételét. A tagállamoknak az információ nyilvánossá tétele során megfelelően figyelembe kell venniük az üzleti titkok védelmét. Na, hát de akkor mit tesz közzé? Hát itt egy olyan mondat nem volt, ami nem üzleti titok. Majd azt fogják közzétenni, hogy sok fiatal vásárolt, mert ez még talán nem üzleti titok. Hát meg leadod az összes létező anyagot, ami nálad van, és majd nyugodtan az, hogy szemüveges karcsi biztos majd odafigyel rá, hogy ne kerüljön ki a webre olyan adat, ami nem kéne. És honnan fogja tudni? Mégis mi? Hogy? Egyébként sokkal nagyobb veszélyt látok abban, hogy megcsámcsogják ezeket az adatokat, aztán a végén azt mondják, tudjátok mi? Ez annyira szar, hogy tiltsuk be. Hát, ja. És azt se felejtsük el, amit a 9-es pontban írnak, és valahol ez a legviccesebb az egészben, hogy azt mondják, hogy a tagállamok kötelezik az e-cigaretták és utántöltő flakon, ezt le lehetett volna rövidíteni, hogy az embereket, a forgalmazókat, mindegy, tehát ezeknek a gyártóit, importőreit, forgalmazóit, hogy adatgyűjtési rendszert alakítsanak ki és tartsanak fenn, ezen termékeknek az emberi egészségre gyakorolt valamennyi vélelmezett káros hatásáról. Tehát, most ha az eladó kitölti majd ezeket a passzusokat veled, és még van mondjuk egy kis ideje az ebéd előtt, akkor elkezdi majd a netet is bújni, mindenféle ilyen FDA-s meg anyám kínja linkeket vadászni, azokat rendszerezni, rendszerben, saját maga rendszerében, tartsa fenn ezeket a rendszereket, és nyújtsa be majd.
Tehát egy ilyen csináld meg helyettem a munkámat jellegű dolog lesz. Nekem ki kell fizetni, hogy ő az általam benyújtott kérelmet raktározza, meg tárolja, meg raklapdíjat szedje, meg nem tudom mit. Ő meg egy kurva fillért nem fizet azért, mert én kialakítok neki egy rendszert. Tehát nem értem az egésznek a logikáját. Meg én honnan a picsából tudjam fölmérni, hogy az adott eszköz milyen egészségügyi kockázatokat rejt magában. Mi vagyok én? Kutató? Vagy orvos? Vagy mi a tököm van én? Hát te csak egy névtelen senki vagy, aki azt hitted, hogy valamit árulhatsz egyszerűen. Hát meg de ez nem, a jó fejség. Nem vagyunk ám elfogultak. Gyűjtsél minden adatot az esetleges káros hatásairól. Pozitív hatásairól nehogy gyűjtsél, csak a károsakról. Azt mondja, hogy... Vélelmezett káros hatásairól. Tehát találják ki újakat. Még ugye az van, hogy ezeket te begyűjtötted. A tagállamok további információkat is kérhetnek az érintett gazdasági szereplőktől, például az e-cigaretták és az utántöltő flakonok biztonsági és minőségi szempontjaival, vagy azok esetleges káros hatásaival kapcsolatban. Oda mennek a XY forgalmazóhoz, szerinted jó az a flakon? Jó ez a flakon, de szerintem még lehetne gyerekbiztosabb ez a gyerekbiztos kupa. Hát ezt nem is forgalmazom addig, amíg nem jön jobb. Igazad van, szerintünk is. Figyelj, hát meg... az a helyzet, hogy ez a gyerekzáros flakon, ha 10 000-et rátekersz, akkor vízfolyagot okoz a kezeden. Ez valami eszméletlen káros. De tudod, már ott fura a dolog, hogy tőlem kérnek, mint gyártótól információt, hogy miért káros az a termék, amit én árulok, amiről egyébként meg teljes anyagi felelősségem tudatában nyilatkoznom kellett, hogy nem káros. És már mindent ledokumentáltál, begyűjtöttél, lerendszereztél, odaadtál nekik, fizettél, hogy ott is ott legyen, és akkor jönnek, és ez a legjobb, további információk. Kedves XY, további információkat szeretnénk kérni. Jó, de odaadtam mindent. Mégis milyen információkat? További információkat. Nem tud további információkat adni? Ajaj. Én már rájöttem. Most világosodtam meg, hogy ez kinek a kezében van az egész. A brazíliai esőerdőt ben a faírtók kezében van ez az egész, mert hát azt a papírmennyiséget el nem tudjuk képzelni, amire ez ráférne. Mert hogy az államigazgatásban nem pendrive-ozgatunk, meg e-mailezgetünk, csak papírom 5 példányból fénymásolva. Két szó jut nekem eszembe. Agyatlan barmok. Szerint én is ezt akartam mondani, hogy ezt a részt valaki végigolvassa, abszolút képbe kerül azzal kapcsolatban, hogy mennyire faszok, akik ezt írtak. Aztán itt van a 10-es pont, ami kimondja, hogy a bizottság az újratölthető e-cigaretták használatával összefüggő lehetséges közegészségügyi kockázatokról legkésőbb 2016. május 20-ig, azt követően pedig megfelelő esetben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Nem igazán látom, tehát, hogy az életbelépéskor fogjuk megtudni, hogy mit hordtak össze, vagy mi? Hogy? Miért? Hát a bizottság addig is ollózza, és aztán május 20-án benyújtja az észrevételeit, mi szerint a gyerekeket célozza, és amúgy is stb. És mondjuk, mi van, hogyha akkor találja ki, hogy ja, még akkor ez a fölirat kéne a palackra, meg tulajdonképpen gyerekzárosnak kéne lennie rajta a címkének is, nem lehet csak 5 megapont per szekundum sebességgel föltépni a tájékoztatót. Nem, érted? Érted? Nem, de nem. Mondom, 24. És tegyük hozzá, hogy beszélünk egy olyan termékről, ami közel egy évtizede minden nemű probléma nélkül teljesen békésen és boldogan el volt és elszabályozgatta magát. Tehát nem hasított uránról beszélünk, könyörgöm. Nem hasított, dúsított. Akkor dúsított.
Elképzeltem, ahogy otthon a kis vágó... Hasi, dusi, urán! Ahogy otthon a kis vágódeszkáton szeleteled az uránt, és akkor mi lesz? Hasított urán! Ehhez képest, nem tudom, láttátok az Index cikkét, hogy az 50-es évek Amerikájában milyen kis atomjátékot árultak annak idején, tehát hogy volt benne valamilyen plutónium, meg ez az amaz. Csinálj otthon erőművet! Hát meg a kozmetikai termékekben az is nemrég volt egy cikk, hogy az 50-es, 60-as években csomó kozmetikai termék dugig volt radioaktív anyagokkal, mert akkoriban azt gondolták, hogy ez jót tesz. Sőt, tovább megyek, az óráknak a számlapján is a fluoreszkáló anyag, és a melósoknak volt egy ilyen tévképzetük, hogy mit tudom is én, 5-10 számlaponként jó az, ha megnyalják az ecsetet. Nem viccelek. Aztán csodálkoztak, hogy miért megy tönkre a májuk, vagy a veséjük. No. De bocsánat, ez mégis, aki olvasta, hogy mi történt annak idején, és hogyan fedezték fel a radioaktivitást a Curie házas pár, hogy miután lukat égetett a zsebébe, és megégette a combját, ezek után hogy gondolta bárki, hogy ez valami szuper egészséges és biztonságos dolog lesz? Én tudom, igen, hogy miért. Hát ha mégis. Nem. Krisztián, igen, nem volt az élők sorában. Nem volt zsebzár az uránon. Na, ennyi. Ah. Volt ilyen alapos közegészségügyi vizsgálat. Aztán, mi van még itt ebben a csodában? Azt mondja, az ECIK követelményeinek megfelelő elektronikus cigaret és utántöltő flakon esetében, amennyiben valamely illetékes hatóság megbizonyosodik arról, vagy alapos okkal feltételezi, hogy egy adott elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon, vagy egy adott típus elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon súlyosan veszélyezteti az emberi egészséget, meghozhatja a megfelelő ideiglenes intézkedéseket. De mi az alapos indok? Ki feltételez és mit? Esetleg piaci érdek, és mondjuk, hogyha nem H. Árpád koronaőr árul mondjuk olyan biztonsági gyerekzáras pipettás flakont, amit kéne, akkor H. Árpád odaszól neki, hogy nézd már meg B. Józsefnek a flakonját, mert szerintem az nem jó, és akkor ez lesz az alapos indok, vagy mi lesz a megbizonyosodás? Nyomd meg a gombot, Mújó. Agybaj. A másik problémám ezzel az egészen, hogy egyrészt nyilvánvalóan emelni fogja a likvidek árát, de ez az egész kibaszott kurva TPD a fekete gazdaságot fogja erősíteni. Ebbe biztos vagyok, tehát... Hát ez ugyanúgy, mint az ukrán csempész cigi, meg ugyanúgy, mint azok a Mercedesek, aminek a benzintankjában 1500 doboz cigit behoznak naponta, meg ugyanúgy, ahogy csodálkoztak, hogy a trafik törvény óta, hogy nem először örültek, hogy csökken a vásárlói kedv, aztán rájöttek, hogy hát nem csökken, csak nem tőlünk veszik, hanem feketén. Fuck yeah. Azerbajdzsáni likvidek, igen, meg indiai modok. A indiaiakat nem kell köpködni, a kútrapalik azért ott vannak, bár furán beszélnek angolul. Szóval... Feltételezi, hogy veszélyeztetheti. Igen. Ezt most lefordítom közérthető nyelvre, ha éppen úgy tetszik neki. Igen. Egyébként igen. Tehát az lesz az alapos indok, hogy ő feltételezi. Ez a piaci szereplők egymás kinyírásának lesz egy ilyen fegyver a kezedbe. Ha jól fekszel az adott hatóságnak, akkor kibaszhatod a piacról az ellenfeledet. Ez erre lesz jó, semmi másra. És a következő, amit már kis hazánkban is tapasztalunk, mondjuk a vasárnapi boltbezárások és a kiskapuk keresése és a kiskapun átmenő emberek előtti másik kiskapu bezárásának az indokán, ugyanez a mondat, közben transponáljatok. A bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a
X cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az ECIK 4-es bekezdésének B pontjában előírt egészségvédő figyelmeztetés szövegének kiigazítása érdekében. Erre mondtam azt, hogy akár havonta is meg lehet változtatni a címke tartalmát. A tartalmát erre bármikor megváltoztathatod, a követelményét, hogy mi legyen a tartalma. Az a követelménye. Megváltoztatni. Érted? Hogyha előírja, hogy most még ezt tegyem rá, akkor mi a szar csinálok a raktáron lévő 10 000 palacka? És egy újra címkézzen? Igen, igen. Vagy neked majd biztos nyilatkoznod kell, hogy ezt mikor adtad ki, és hogy a törvénynek visszaható ereje nincs, ugye? Akkor majd mentesülsz, ugyanúgy, mint régen volt a... Ja, de nem, hát most is van. Tudod, hogy mit tudom is, én 700 forint volt a Sopiane, és akkor azt mondtad, hogy tudod, hogy emelkedni fog. Ilyenkor azt csinálta a dohány gyártó cég, hogy vettek iszonyat mennyiségű adójegyet, zárjegyet, még abból a, mit tudom is, 700 forintos zárjegyből, csak azért tudom meg, hogy financ voltam, vagy mifene. Vettek iszonyat mennyiségű zárjegyet, és amíg az tartott, addig nyomták az olcsó cigit. És utána meg nem. Tehát itt is ugyanez lesz. Amit már kiadtál, arra baszunk rá, de majd a következő szállítmányon már kurvára nézni fogjuk. És akkor itt van még egy. A bizottság, ez a bizottságról nekem mindig az együttes ugrik be a francba. Nem, mert az jó, ez meg rossz bizottság. A bizottság végrehajtási aktusok innen meg a szex ugrik be, de baszogatnak minket végül is. A végrehajtási aktusok útján meghatározza a kettes bekezdés szerinti értesítés közös formátumát és a hármas bekezdés G pontja szerinti utántöltési mechanizmus műszaki szabványait. Egyébként tudjátok, azokról az utántöltési mechanizmusokról beszélnek, amin az ECIGI gyártók, a Fiola gyártók, a Patron gyártók évtizedek óta dolgoznak, de ők majd most majd meg tudják mondani a rendkívül hozzáértő bizottság. Az aktust meghatározzák, hogy hogyan töltheted hát A-ból B-be. De érted, szóval ez komoly, hogy én tudom ebből mi lesz. Azt mondják, hogy már pedig az lehet egyszerűbben is így. És akkor legyintesz nekik, hogy ezen már mi 5 éve már túl vagyunk. Nem lehet. Na mindegy. Kicsit beszélgessetek, mert közben jött nekem egy SMS. Te nem SMS-ezzél itt. Hát a feleségem, az én kérek elnézést. Én nem vettem föl édesanyám telefonját. Például, érted. Én ide a doksi végére beraktam a dohányzási célú gyógynövény termékek. Ezt 4 pontban elintézi ez a kurva, nem is tudom, direktíva, és sokkal károsabb dologról beszélünk, mint az e-cigarettáról, hiszen nikotinon kívül az összes égés termék ugyanúgy benne van a dohányzási célú gyógynövény termékekben. Értitek? Tehát valami elképesztő ordasságot látok én ebben az egészben. Az e-cigarettát gyakorlatilag veszélyességét tekintve a dohánytermékek fölé helyezik, miközben a sokkal károsabb dohányzási célú gyógynövénytermékeket meg ilyen lazán a nem is tudom hova sorolják be. Tehát valami hihetetlen ordasság van az egészben. Annak idején nem is, tehát olyan, mintha az egész kurva uniós döntőbizottságnak ilyen e-cigi fóbiája lenne. Tudod, ez a annak idején volt a szociknak Orbán fóbiája, Orbánéknak Gyurcsány fóbiája, most az uniónak van e-cigi fóbiája. Mintha az ördögről kellett volna valamilyen szabályozást hozni. Hát ez az aránytalanság és ez az abszolút pofátlan véka alá nem rejtett szemétdiszkrimináció, amit itt megfogalmaznak ebbe a direktívába. Tehát, hogy ez hogy?
ha csak nem az a céljuk, hogy nagyon szép cirkalmas mondatok mögé bújva fogják és tönkre tegyék az egészet. Mert arra ez remekül alkalmas. Egyébként maga a szándék az tetten érhető vég a dokumentumon, miközben azt gondolják, hogy valamiféle fogyasztókat védendő és egy nagyon alapos, nagyon átgondolt szabályozással, és most majd megmutatjuk, hogy itt nem fog előfordulni az, mint a dohánytermékeknél, de én nagyon bízom abban, hogy hogy nem vagyunk birkák. Tehát a társadalom... Nem a fasz, nem. De hát figyelj, tehát mondom, még egyszer volt dohányosként, én azt gondolom, hogy embert nem lehet jobban megalázni, de úgy látszik, hogy meg lehet, csak át kell szokni az e-cigarettára. De nagy a csönd. Persze, mert kikapcsoltam a pusztudókot, és közben így egy nagy sóhajt megeresztettem, de nem nyomtam a gombot, várjál. Nekem ezzel a hanggal shutdownol a Windowsom. Épp mondani akartam, hogy nem az én kezem van abban, hogy nagy csönd lett. Fifikát akkor elvitte a vihar, ezek szerint. Nem, most nincs vihar. Csak egyszerűen puffolok itt magamban. Csináljuk szerintem akkor azt, hogy most megnyitjuk a chat ablakot, várjatok, ütök egy pár üres sort, és akkor most szerintem tegyenek föl kérdéseket azok, akik itt vannak, és akkor arra válaszoljunk, aztán utána húzzuk be a kiskapun a riglit. Okidoki. Várjuk az olvasói kérdéseket. Amíg a többiek írnak a chatbe kérdéseket, addig szerintem vegyük elő azt, amit tegnap Pingpong Pata bedobott a keveréssel kapcsolatban. Elmentettem a show notes-ba, ha esetleg kell a puska. Jó, olvasom pillanat. Azt mondja, Pingpong Pata kérdezte, különböző gyártók aromáival kapcsolatos vélemények keverési százalékokról. MGBF, TPA, Inavera, FA, Pinkspot, satöbbi, satöbbi. Ez Fifika területe. Nem tudom egyébként, hogy mire akar kiukadni, mert igazából nem lehet azt mondani, hogy adott gyártó aromái ilyen százalékban, a másik gyártó aromái olyan százalékban keverendőek. Van olyan aroma, mondok is gyorsan egy példát, a 3-5, azt ha jól tudom, akkor ki a lengyel aroma gyártó, Charlie? Már hogy az Inavera-ra gondol? Inavera, így van. Tehát azt az Inavera forgalmaz, és a 3-5 az ilyen, hát nem tudom, tehát ilyen 0,2%-nál többe nem szabad keverni, mert akkor egy ilyen nagyon borzasztó diós íze lesz a liquidnek tőle. Piszok jó kiegészítő bármihez, de nem lehet nagy százalék arányba keverni. És van olyan aroma, ami 5-6 százalékban is és nem túlzó. Tehát szerintem így abszolút nem lehet felosztani az aromákat. Én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy másfél százaléktól induljon, kivéve egy-két aromát, de tudok ilyen almaromát is mondani, amit fél százaléknál intenzívebben nem lehet használni, mert egyszerűen szívhatatlan tőle a likvid. Egyet tudok tanácsolni, hogyha túlaromázta valaki a likvidjét, akkor azt öntse ki nyugodtan a lefolyóba, mert a visszahígítással nem lesz jó. Tehát alacsony százalékon indítsunk, és úgy kell növelni. A profik egyébként azt csinálják, hogyha valakit az érdekel, hogy elindítja 1%-on, nem hozzákever, hanem kever mellé egy másfél, 2-2,5-3%-os levest, ez lehet 20-30-50 milli, mondjuk én az 50 millire szavaznék, mert az egy egészen jó kiinduló alap, és elrakja egy hétre. És egy hét után előveszi ezt a 5 darab üveget, és amelyikben a legfinomabb, és nyilván több kazánban ki kell próbálni, de mondjuk én abba szoktam kipróbálni, amik legtöbbet használok,
Amiben a arányban a legfinomabb, azt utána abban keveri. Nagyon fontos az, hogy mindenkinek legyen otthon egy receptkönyve, mert vagy hogyha lusta, akkor legalább a címkére legyen olyan jó, és írja fel a keverési arányokat, mert emlékezetből nem lehet keverni, csak pancsolni. Ennyi. Azt azért hozzátenném, hogy például az IV-nek a honlapján ott van a fórumban a tuti javaslat nekik, hasonló arra, amit te mondtál, és a rendkedvéért már egyszer elmondtam, de akkor megint mondom, ugyanezzel az analógiával előveszel mondjuk 5 üveget, és most csak teoretikusan mondom, elkezdesz haladni, mondjuk 2, 4, 6, 8, 10 csepp. Szépen végig az üvegekbe. És aztán hagyod, így, ahogy Fifika mondta. Mondjuk vissza, térsz az üvegekhez, 3-4-5 nap múlva megkóstolgatod. Azt mondod, hogy neked a középső ízlett. A középsőt akkor már tudod, hogy mennyi, és utána szépen elkezdesz jobbra-balra haladni. És azt mondod, hogy a középsőtől egyel jobbra, meg egyel balra összeöntöd, az lesz, ami a középső. Középsőtől kettővel jobbra, kettővel balra, ugyanaz lesz, mint a középső. És gyakorlatilag így nem vészkárba a dolog, és ugyanazt a keverési arányt kapod meg. És ez került neked 5x10 millilitbe mondjuk, és a végén tudni fogod, hogy neked a középső vagy egyen jobbra, ami van, akkor az a 2, 4, 6, 8, abban 8 csepp volt, neked az ízlik. Szerintem otthoni játszadozásra ez a legegyszerűbb módszer. Na, de akkor menjünk tovább. És most hát, ha csak nem valamelyik extrém oldal fog ízleni a legjobban, mert akkor megszívtad, és a többi nem jó. Igen. De hozzáönteni mindig lehet, elvenni már nem annyira. Igen. Na, akkor megyek innen az oldalról. Azt mondja, hogy a folyás biztonságot és egyéb baromságokat figyelembe véve ilyen formában teljesen lejár az RBA-RDA korszak, vagy ha életbe lép a TPD? Erről nekem az a véleményem, hogy a dripper kazánom az folyásbiztos. És ehhez ragaszkodom is. Én támogatom ezt a véleményedet, Krisztián. Nem tárol folyadékot folyós állapotban, megszívja magát a vatta, az nem folyik sem erre. Tisztelt TPD betakhatja. Igen. Kettő millinél többet nem tudsz beletenni. Ennyi. Következő kérdés. Most ilyen százalékos aránykevergetés, ez most nem a kevergető podcast, megyek más érdekesnek vélt témához. Azt írja nekem Pingpongpata Charlie, a csepp nem mértékegység. Márpedig, abszolút igaza van egyébként, márpedig, én ezt mondani akartam neked. Márpedig annak, aki otthon 10 milliket játszik, azoknak hidd el, hogy a csepp is lehet mértékegység. Charlie, ha most nem tanulod meg, soha nem fogod. Fifika, ha eddig nem érdekelt, most sem érdekel. Akkor ne érdekeljen, de komolyan, csepp, tehát annyi, de amennyi... a csepp nem mértékegység. De figyelj már rám, de elmondom akkor, hogy én hogy csináltam, és aztán én tulajdonképpen nem is érdekel, hogy más hogy csinálja. Én lecsepegtettem, és miután láttam, hogy az jó, akkor utána fogok egy 1 millis fecskendőt, egy inzulinos fecskendőt, kiveszem belőle a dugattyút, és ugyanazt a cseppet úgy, hogy a tű az el van zárva, vagy beledugok egy kis műanyag dugót, ugyanazt a cseppet lecsepegtetem, és akkor utána tudom, hogy az hány milli, és meg tudom keverni nagyban. Nem lesz. De nem baj, lesz, Fifika. Nem lesz ugyanaz. De Fifika, én elhiszem, hogy nem ugyanaz, amennyit én szívok itthon gyártottat, arra tökéletes. Na, de lépjünk ezen túl. De erre, amit mondtál, annyit reagálnék, és Charlie cseppentett 3-at, és láttál, hogy jó. És lőn a harmadik nap. Igen. Azt mondja, a TPD bevezetése után lesz lehetőség beszerezni az otthoni keveréshez való alapanyagokat?
vagy az alaplé és utántöltő folyadéknak fog számítani, és így max. 10 millis kiszerelésben? Igen. Ezzel én nem vagyok meggyőzve. A nikotinos alaplé, igen. A jó, itt arra nem volt szó. Én arra gondolok, hogy PG-VG, ezt minden további nélkül be lehet majd szerezni. Szerintem is. Én pedig úgy gondolom, hogy a koncentrált nikotin nem utántöltő folyadék. Krisztián, nagyon jó meglátásaid vannak egyébként. Hát figyelj, amennyire ilyen szőrszál hasogató szemétláda módon van ez a TPD, és a legcsodásabb a TPD-be, hogy egyszerre szőrszál hasogató és semmit mondó. Hogy ez hogy sikerült, azt nem tudom. Hogyha ők ilyen rohadt szarrágók, akkor én is szarrágó lehetek, és belekötetek az összes fél szóba. Az már pedig nem nikotinos utántöltő folyadék, mert nem töltöm bele a kazánomba, hogy elszívjam. Köszönöm. A nikotinos utántöltő folyadék 20 mg-nál kezdődik. Legfeljebb annyit tartalmaz. A 100 mg-os nikotin, az már nem utántöltő folyadék. Látod? Erről az oldalról is meg lehet közelíteni, és így is igazunk van. Jó, valakinek kérdés még esetleg? Jó, addig én nézek egy olvasóit. Azt kérdezném, Fifika esetleg tervezel-e a Shakespeare-hez hasonló limitált paradicsom ízű likvidet? Ez engem is nagyon érdekelne. Tervezek, de az még üzleti titok, hogy mi lesz. De lesz a közeljövőben egy olyan likvid, amivel reméljük, hogy picit föl tudjuk robbantani a piacot. Én már mondom, Fifika, május 20-ig kiderül, mert utána fél évet várni kell. Ez így van. Reméljük egyébként hamarabb. Jaj, itt még mindig a cseppeken megy a téma. Egyébként nem kell itt csalannal verni az embernek a faszát, mert az IV is ezt a egyszerű mérési, illetve keverési metódust javasolja a home usereknek. Tehát ezen nem kell fönnakadni. Valaki így mér, valaki úgy mér. Tök mindegy. Igen, csak pont az IV volt az, aki például egyszer csak fogta magát, az cseppentő hegyet váltott, és az addig jól bejáratott 28 csepp per milliliterből lett 39. 1-2, meg én többször lemértem, tehát nem mindegy, hogy mennyire nyomod össze a palackot, mert kövérebbek lesznek a cseppek, és valami ordas módon el lehet szállni, főleg a kis mennyiségeknek. Mondtam az 50 millilitert, mert ott már egy ilyen inzulinos fecskendővel már ilyen tized milliliter pontossággal tudsz adagolni. Ja, csak szívni kell. Az még megégett a vattám. Csak azt akarom... Forma, dehid, függő lettél, Charlie. Már régóta az vagyok. Nem olyan rossz ez a lucséna, vagy mi a rákom így. Csip-csepp, egy-csepp. Úgy fogsz járni vele, mint én az oszinak az amerikai likvidjével. Jó, lehúztam, aztán amikor ott még elszívogattam otthon egy, nem tudom, 2 hét alatt, vagy 3 hét alatt a maradékot, a végére már egészen jó volt, úgyhogy miután ő nem bírta az én videóm után eladni a maradékot, így aztán egy fél év múlva megvettem tőle egybe, ami volt. Ezekről a cseppentgetésekről mindig a Boris jut eszembe. Little drop here, little drop there. Drink it, motherfucker, drink it. Közben Lackó Attila bemásolta már a Mumble-re is Frici 78 kérdését. Kérdés a Facebookról. Engem érdekelne, hogy mitől lehet az, ha egy bizonyos készleves után ugyanazon gyártó alaplevét és aromáját bekeverve köhögök, míg a készlevestől nem. Várj, ezt el kell jól mesélni. Valami ott nem klapol akkor, hogy ilyen tudományosan fogalmazzam meg. Belecsempésztek valami kis köhögtető port. Nem. Én is azt gondolom, hogy ott vagy az alaplével lesz a probléma. Vagy tett hozzá mindent vívő mondatot, vagy nem tudom. Vagy nem tudom. Konkrétan a misztikre ne gondolj konkrétan. Vigyázzál. Na, írjatok még kérdést, én addig olvasok még egyet. Ja, hogy Blacky írja egy kis pihentetés, szellőztetés, lehet, hogy nem árt neki. Hirtelen azt hittem, hogy itt a hátam mögé látott, hogy kéne nekem szellőztetni, mert nagy a gőz.
És az is. Azt pihentetheted, ráadásul ugye ott nem igazából aromáról beszélünk, hanem inkább eszenciáról, tehát az már eleve kizárja azt mondjuk, hogy túl vagy alul keverd az alaplevet meg a légvédet. Ezt már többször beszéltük, illetve tegnap is pont beszéltünk az azúros alapanyag kapcsán. Valaki némítsa el magát, mert hallottam magam, hogy amit te megveszel a gyártótól, és ebből sokféle értés adódhat egyébként, mikor valaki beírja, hogy megrendeltem a, mit tudom is én milyen, megyünk egy fix pontot, a málna aromát, és nem ugyanolyan, mint a bolti, pedig ugyanaz az aroma, hát igen, csak hogy az alaplé az nem ugyanaz, és ott más a minőség, és itt jön be a képbe az, hogy milyen tisztaságú és egyébként honnan származó glicerint meg propilén glikolt vesz az ember. Tegnap volt egy icipici vitánk erről, hogy ki milyen, és hogy most a tanúsítványok alapján le lehet szűrni, hogy adott PGVG adott arányban milyen utóízzel és milyen nem utóízzel rendelkezik. Erre mondtuk azt a Charlie-val, hogy én annak idején kipróbáltam a borászati szaküzleti PG-t, VG-t. Akárkinek kevertem ugyanazokat, amiket egyébként szoktam kevergetni, azzal az alapanyaggal volt egy ilyen jellegzetes utó. Charlie azt mondja, hogy előíze, de hogy lehetett érezni, hogy nem ugyanaz az alap. Hát azért nem mondanám utóíznek, mert már akkor éreztem, mikor natúrba szívtam az ízesítetlen végét cloudchase-elkedésből, hogy édes szar. Édes, így van. Így van. Egyébként van nem baj. Egy jellegzetes édessége. Hát valaki azt szokja meg, akkor semmi gond nincsen. A dohányosoknál nem annyira előny, gyümölcsösöknél azért jó tudni, hogy rá szoktak segíteni még a PGVG édességére, de amit mi használunk, az egy abszolút semlegesen, egyáltalán nem édes alap. Hát erre mondtam tegnap, hogyha valaki úgy kezdi a kevergetős pályafutását, hogy onnan, és nem mondok neveket, hogy onnan rendel ahonnan, és ő ahhoz kitapasztalja, hogy ahhoz annyi, és most direkt azt fogom mondani, csepp, vagy milliliter, vagy akármi aromát rak, és az neki úgy jó lesz, akkor neki meg utána az lesz szar, hogyha azt az alaplevet használja, amit mi mondtunk, mert azzal meg nem olyan íze lesz, mert nem kompenzálja úgy majd az édeset valamivel. Szerintem. Úgyhogy ennyi. Minden esetre iszonyúan el lehet rontani egy-egy keverést, hogyha ismeretlen alapot használ az ember. Tehát, én sem mondom azt, hogy ki honnan vásároljon, de ha valami bevált neki, akkor maradjon annál, és folyamatosan azt használja, mert nagy meglepetéset tudják az embereket érni. Boris kérdezte egyébként most itt a chatben, hogy bocsánat, először megyek Barkó Gábor kérdésére. Tegnap beszéltük, már ő meg én, hogy a varivattos dolgot itt mekkora teljesítményplafon várható TPD-ek szerint, vagy erről még nincs info. Hát annyi info van, amit most felolvastunk, tehát jönnek azokkal a szavakkal, hogy észszerű, meg belátható, meg elbírálás szerinti, igen, tehát ilyenek vannak. Ők nem gondolkoznak teljesítményekben, ők az állandóságban gondolkoznak, és a világ békében. Azt se tudják, hogy van ilyen. Ja. Addig jó, mert akkor tudunk varivatosat venni zseblámpa aksiknak. Például. Előre összeszerelt. Aksi. Aztán itt van Boris the Russian gőzlér kérdése. Láttátok, ma egy FB csoportban volt linkelve, hogy USA-ban melyik tagállamban hogy lesz adóztatva? Én nem láttam. Igen, láttam.
van, azt hiszem a legdurvább az 70%-os adó. Már hogy azon az adón felül, ami ott sales taxként van, mit tudom is én, New Yorkban mondjuk 8%, azon felül még mint egy ilyen... Tagállamonként. Tudom, hogy ott is tagállamonként van, csak hogy még az adó előtti, mint egy ilyen jövedéki adószerű igen, valami? Igen. Csodás. Boris itt ilyen 80%-os külön adókat lobogtat, hát... És hogy viszont eladóként plusz 80%, az meleg lesz. Valaki azt írja, hogy akkor a 100-150 wattosok ideje el se jön. Hát már rég túl vagyunk rajta. Épp minap kaptam be veled 200 watt. Nem normálisak. Illetve kiraktam az üzenőfalamra is, kicsi kínai írta, hogy vegyek tőle flakont, és a végére oda bígyeztet három gyönyörű emoji rózsát. Köszönöm szépen. De ez nem újdonság a 200 watt, azt a Visuszent már megcsinálta. Persze, csak mondom, hogy itt nem áldozott le a 100-150 wattnak sem. Lesz itt még, majdnem azt mondtam, hogy miből magyar falu, de... Ez van egyébként, tehát így a világ nyugati fele, ami szépen a gyógyszercégek zsebébe van hosszú-hosszú évtizedek óta, legalábbis illetve a törvényhozás fele a megfelelő zsebekbe be van pakolva, ott ezek a dolgok vannak, mint nálunk a TPD, az USA-ba ezek az őrületek. Az jutott nekem pont a Visuszentről eszembe, hogy egy ilyen utolsó partizán ország marad majd Fülöp-szigetek, akik nem engednek, és ott lesz a vaper paradicsom. És onnan jönnek majd csak a fejlesztések, és ott lesz majd minden. Vagy nyilatkozol arról, hogy te üzemszerűen, életvitelszerűen több mint fél évet ott élsz, és ezért hazahozhatsz olyan cuccokat, amit itthon egyébként nem árulhatnál, kaphatnál, vehetnél. De tényleg szerintetek hova lehet még megalázni az embereket? Tehát, a föld alá. A föld alá, így van. Föld alatti mozgalom. Megfelelő pénzért, bárhova. Nagyon jó ez a hamburger. Te láttál itt tehenet? Szerinted miből van? Hát patkányból. Jó. Figyelj, a marha, vagy marha, a disznóhús is egészséges, mióta megfelelő emberek penyésztik. Nem akarok nyilatkozni ez ügyben. Nem fogyasztom sertést. A mészáros és mészárosra gondoltál, Fifika? Igen. Igen, konkrétan. No, van még valakinek kérdése, vagy behúzzuk a kiskaput? Vackó Attila, kérdez, mert egyébként nem tudunk veled mit kezdeni. Természetesen, ha tortát ajánlasz fel, azt elfogadjuk. Azt megkérdezheted, hogy milyen tortát szeretnénk. Gyorsan azokkal a tortákkal, mert ez magánjellegű hozzájárulás az elektromos cigaretta áttételes népszerűsítéséhez, és ez nem sokára tilos lesz tortát adni nekünk. Shalom El Szabá. Na, fiúk, hogyha nincs több kérdés, akkor én behúznám a kiskaput, és akkor még mielőtt behúznám a kiskaput, C. Babosnak a kérdését felolvasom, és sőt, Blacky, beszélhetek arról az oldalról, amivel mostanában foglalkoztunk? Beszélhetsz róla, persze, attól függetlenül, hogy még nincs kész, sőt, még csak eléggé alfa verzió, de nyilván, hogyne. Köszönöm. Tehát akkor először Babos kérdésére válaszolnék. Van már pontosabb info a május 29-i megmozdulásról? Helyszín, meg ilyenek? Nem, további pontosítás még mindig nincsen. Jövő hétre várható a véglegesítés. A Krisztián azért ilyen nyugodt, mert csak egy bejelentési kötelezettség van a helyszínt illetően, tehát nem kell a rendőrségnek engedélyezni a megmozdulást. Úgyhogy ennyi, és nyilván, mert ha meg lesz a pontosítás, akkor mindenki tudni fog róla, de készülünk nagy erőkkel. Azért tolódik ennyire, de ezt azt hiszem, mert a múltkor is elmondtam, hogy szerettem volna várni egy picit, amíg kerekednek a számok, meg jönnek még az ötletek, mert hogyha bejelentem, és utána kiderül, hogy egy fél órával mégis tovább kéne, hogy tartson, vagy ne adj Isten, többen leszünk, akkor újra neki kell futni, és újra neki kell futni, és újra neki kell futni, úgyhogy jobb egyszerre le tudni. Köszönjük szépen. Krisztián, akkor ahogy megbeszéltük egyébként, ha van friss infó küldjed, és akkor... azt egy ilyen utolsó mencsvárként előtte pár nap, amíg kiküldöm hírlevélként. Mindenképpen.
Oké, és akkor még az utolsó bejelentés. A mi Balogh Dávidunk, azaz Blacky, azaz Vader nagyúr, ott van nálad a maszk? Gondolom. Momentán nincs. A rohadt életbe. Szóval megvilágosodott, és csinált egy weboldalt, ahol nem tesztek, nem olyan videók, amik termékeket mutatnak be, meg mindenféle kütyüket, hiszen azt már lassan már tényleg nem lehet csinálni, hanem összefoglalja azokat a külföldön és Magyarországon megjelenő publikációkat, amik a témában adottak, és azokat összegyűjti egy helyre. Lefordítva mondjuk, mint az utolsó videót, és ott lesznek egy kupacban, mondjuk, mint a Villanypára Egyesület honlapján. Csak itt azért sok hozzáadott munka van, és úgy gondolta, hogy akkor összelapátolja ezt egy kupacba. Ennek a weboldalnak a címe pedig elcigi.info. Úgyhogy még egy kicsit dolgozunk. Én annyit segítek csak, hogy valamit ott arculatilag kikalapáljunk rajta, Blacky pedig tölti föl gőzerővel az anyagokat, és gőzerővel. Gőzlér elővel, igen. Úgyhogy alakul, mint pupos gyerek a prés alatt, szerintem heteken belül egy elég tetemes mennyiségű anyagot föl fogod rakni, és aztán csak bővülni fog folyamatosan. Úgyhogy az egy nagyon jó kis hely lesz, ahonnan lehet mindenkinek linkelgetni, hogy az a hülyeség, amit te mondasz, ezért nem igaz, vagy azért nem igaz, vagy amazért nem igaz. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Főleg a mindenféle segítséget, Charlie. Ó, ugyan már, majdnem elpirultam. Úgyhogy ennyi lett volna a mai műsor. 2:02 járunk most. Fifikának a tegnapi dalát azt be fogom rakni rögtön az elejére, hogy mindenki érezze a törődést, és ezáltal kényszert érezzen arra, hogy ha bár itt volt mondjuk velünk, azért hallgassa meg még egyszer, a fölösleges szüneteket kivagdossom, és ma még megpróbálom föltenni, ha nem, akkor holnap délelőtt, mert nekem is van azért családom. Nincs nálad egy horáki, Fifika? Itt azt mondta, hogy valaki... Az adóparadicsomba nem árulnak. Ja, mert itt egy hora a kiropogtatás még beleférne. Akkor csak annyi legyen, hogy kitaláljuk a címét, ami szerintem nem lesz nagyon bonyolult, hiszen az egész adást ennek az agyrémnek szenteltük, amit Dohány Direktívának hívnak, vagy TPD-nek más néven. Elfelejtem nyomni a gombot. Ez zseniális, hogy... Ami na, a TPD, az egy mozaik szó, mint tudjuk, és az jelentése is nyilvánvaló. Totális páraellenes disznóság. Adom a címet, teljesen jó, szerintem pont optimális, jobb, mint a lámafarokszőr. Jó volt ez a mai nap is, fiúk. Egészen érdekes volt így, hogy folyamatosan láttuk a visszajelzéseket. Én azt remélem, hogy lesz még ilyen, ha nem is most, de a közeljövőben mondjuk, miután visszatértünk a nyári szabadságról. Remélem, hogy nektek is tetszett. Nekünk érdekes volt, nem tudom, mi a véleményetek róla, fiúk? Hát egy picit más, mint hogyha így nem reagálnak azonnal arra, amit hallanak. Úgyhogy jó volt. Nagyon oda kell figyelni magunkra, hogy jobban disztingváljunk. Meg nekem egy kicsit a hangminőség egy kicsit-kicsit selejtesebb, mint a Skype-on volt. Már ugye Fifikáira gondolsz, hogy az enyém is? Nem, a tiéd az tiszta, mint a frissen esett hó. Fifikánál valahogy ez a hangkodek, ez nem annyira van összebarátkozva az adhok sávszélességével. De szerintem ott érdekes. A headsettel volt neki gondja. Ne állítsuk úgy be, mintha ez olyan hatalmas nagy gond lenne nálunk, hiszen az összes adásunkat így vesszük föl, tehát nem vagdosunk utána, nem szedünk ki azért olyan dolgokat, amit
amit úgy tartjuk utána, hogy hát ez mégse volt jó, mi ezt vállaljuk ugyanúgy, mint ahogy vállalom azt is, hogy én cseppekben ízesítem a likvidemet példának okáért. És én még mindig szomorú leszek ez miatt. Jó, majd legközelebb akkor küldesz nekem minőségi ízeket. Nem, küldök neked fecskendőt, Charlie. A fecskék lehet, hogy ki fognak halni Magyarországon. A egy fecskendő nem csinál nyarat. Egy fecskendő nem kendő. Hú, ez de jó adás cím lett volna. Ezt tegyük el még a későbbi adásokra. Nektek pedig akkor köszönjük, hogy itt voltatok. Most többes számban mindenkinek. És akkor találkozunk jövő héten. Jövő hét lesz az utolsó adás, és utána nyári szabadságra vonul a Párásító Podcast brigádja. Akkor valamit pirítanunk kell majd. Szó szerint Lackó Attila, te meg akkor hallgasd végig még egyszer. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönöm én is mindenkinek. Sziasztok! Köszi szépen, nyugodalmas jó éjszakát!